másodosztályú varázsvonat érkezik a harmadik vágányra. Kérjük kedves megdohányzó utasainkat, hogy dohányozzanak. Kérjük kedves utasainkat, hogy a varázs védelmében a vonatra várakozókat 14 perc múlva csukják be. Pontos a váv. Pontos a műsorvezető. Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek. Most festél be. Jó reggelt. Már itt voltam, már még egy kávét is tudtam magamnak csinálni, ennyi időm volt. Hát ez gyerekek, ez... Meg kell, hogy dicsérik őket. Meg kell, hogy dicsérik őket. Pontosak, tiszták, jól lápoltak. Tökéletes. És aztán ott volt még a vonat is, mert most a taxiról beszélek. Kamu király. Jaj, azt hittétek elkésem, mi? Nem, vonattal jöttél, vagy nem? Vonattal jöttem, van egy csomó fotó már az Instagramon, az Instagramos barátainknak már archiváltam a lényeget. Gyerekek, ez valami egészen más volt, mint amire én számítottam, mert hogy ez egy ilyen elővárosi vonat, és ez ilyen három kocsis, nagyon halk, nagyon gyors, nagyon tiszta, nagyon rendezett. 5 óra 34-kor volt beírva a vonat, én 5 óra 24-re értem Érd alsó, fantasztikus buszpályaudvar és vasútállomás. És hát sose vagy annyira magányos, mint Érd alsó hajnali 5 óra 18-kor, vagy 5 óra 20-kor. Lélek nem volt sehol, a buszpályaudvaron álltak néhányan. Halló, csókolom! Ha-hú, gondoltam, meg kell... Nem használják ezt a lehetőséget? A végére elment egy, előtte az Kőbánya felé ment, és aztán leűrült az állomás, de én 5 óra 32-kor már álltunk legalább négyen a megállóban. De itt nincs ilyen társas érintkezés. Tehát én azt hittem, hogy ez egy ilyen, majd beszélgetünk, kicsit bratizunk, mindenki füles, mindenki bámul maga nincs elé. Nincs tehát ez egy ilyen hangulat. Mindenki nincs. Mindenkivel ismerkedik, barátkozik, bratizik. Na, hogy vagyunk? Mi újság, gondoltam esetleg egy kicsit viccet. Hogy indul a reggel? 5 óra 34, ránézek az órára, mondom, persze, jó, csak a szokásos, biztos megint késik erre, ránézek a sínre, és két kicsi szempár megjön. Hát mondom, ez elképesztő. 5 óra 35-kor begurul a vonat az állomásra, felpattanok rá, leülök, és mint egy ilyen kés a vajban, halkan kigurul a megállóból, és én 80 km/h úgy mentünk el az autók mellett a hatoson, hogy én mondom, ez gyerekek, hol vagyok? Ez nem mi az. Mi ez? Európa? Hol hát vagyok? Ez van. Hol vagyok? És képzeld el, hogy a kanyar mögött 5 óra óta ott állt az a vonat, és nézték, hogy mikor jöjjön már, basszus már, ízé, vagy ott van, álljon ott be. Van, a perronon áll. Jó, oké, 3, 2, 1, mondta Loper, indul! Igen, egészen pontosan néztem folyamatosan a menetrendet, mondom, most fülön csíplek benneteket, mondtam a Mátnak magamban, mondom, néztem a menetrendet, mert egy percre pontos menetrendet sikerült ugye leszednem ilyen applikációban. Egy végig. Budatétény, Kelenföld, valami nem parkváros, vagy mi az Isten volt, az nem tudom, az mi volt. Takra, akkor voltunk Kelenföldön, amikor kellett, leszálltam a tömeggel, gyorsan fogtam egy taxit, mondom, azért jóból is megálltatom. Nem volt jegyem, nem volt, tele volt Kallerrel, és ott mondom, ott elkezdek ott tökölni, mondom, nem volt ám forgalmi, tehát nincs ám forgalmi. Hát de az a meg annyi, mávon lett annyi jó. Szépet mondtam a Kallerokról az elmúlt egy évben, hogy megverik. Én most elmeredtem meg magam, mondom, ott leküzdöm magam, akkor ott megbüntetek, mondom, nem tudom, egy automata, ott brutál nagy aluljáró rendszer egyébként Kelenföldön, és akkor jó, valahol mondom, kijövök. És akkor ne késsek el, mert mondom, az elég nyomja, mondom, el is késsek, akkor gyorsan ott Kelenföldön bevágottam egy takerbe, és úgy bejöttem. De, csak mondom, wifi volt a vonaton. Hát nem működött. Ezt mondtuk neked, nem működött. Éve. Nem. Azért az nem működött, de csináltam arról is fotót. Kérem szépen, wifi. Ott van, oda néz. Railnet. Fölcsatlakozva. Lehet, hogy azért, mert nem vettél jegyet, nem adtak kódot. Lehet, de megvettem egyet is. Jött Kaller bácsi, csináltam vele közös fotót, csak nem lett jó. Érvényes jegy! Mondja, miért szeretnék? Hát mondom, milyen van? Első osztály, másodosztály, first class. Nem, hogy teljes áru, vagy nem tudom, mondom, na diákból már kinőttem annyira egy teljes árut. Egy brutális 370 forintot sikerült. Egy őrületes 370 forintot sikerült fizetnem, de... Figyelj, komolyan mondom, ez egy élhető. Meg egy szeretted. Szus, egy élhető tömegközlekedési forma. 20 000 korán reggel nem tudok vissza. egy élhető tömegközlekedési forma. Onnan átpattantam volna a 4-es metről, be is jövök. Csak ilyen 6 óra 52-53 körül szálltam le a vonatról. Aha. Tehát tartott azt a 20 percet, amit ígért. És gondolom, az már nyomorult, hogy úgy kések el, hogy nem a vonaton ülök, hanem ott a metróval, ott baddukolok valahol. Vagyok, srácok. Csak a gyorsan bejöttem. Na. Úgyhogy nagyon.
Hát ez tök jól hangzik, mert akkor gyakorlatilag meg is van a problémára. A megoldás arra, hogy a gyerekek felébrednek, amikor nyitod a garázsajtót. Ezentúl forrattal fogsz bejárni. A nagy baj az, hogy baromi messze van a vonat megálló, ahonnan én lakom. Tehát ezért ez nem olyan lesétáló. A vonatozás. Tehát konkrétan igen. Hát 15 percet kellett menni a vasútállomásra. Persze nyilván taxival mentem. Gondoltuk, hogy nem gyalog. Hát nem, mert ugye 5-kor indultam el otthonról. Hát 5-kor még a Vikit nem tudom megkérni, hogy induljon el, mert ő 5:30 körül indul. Hát most akkor ugye vagy letekerek, azért nagyon messze van, vagy gyalog megyek. Hát ott busz közlekedés, ahol én lakom 5 óra, akkor még effektíven nincs. Tehát nem maradt más. Mi lenne, hogyha a sineket arra terelnénk? Hát, lenne jó, hogy lesétálsz. Egy új vonalat, ez nagyon messze van, ez lehet, hogy anyu volt. Érd alsóra, legyen szíves. Megjöttünk. Nem, eddig 15 percet mennem kellett, mert én nem érd el lakom. De hát ez szenzációs. Európa, mi? De komolyan mondom azt. Tehát meg kell, hogy dicsérjem őket, tartották a menetrendet, gyorsak, szépek a szerelvények. Ez nem az a klasszikus, azért azt tegyük hozzá, mert ez ilyen elővárosi vonat. Ez a három kocsi, szép, modern. Ez nem a Hollandiában, Eindhovenbe fölültem volna egy vasútra, és leszálltam volna Amsterdamba egy óra után. Tehát, hogy brutál szép. Brutál, ez nem tiszta. A nem dohányzós, de mégis olyan szaga van. Típusú másodosztályú műbörüléses. A graffiti is összefosott WC-s. Nincs már olyan. Nyitom az ajtót, bekiabálok, becsukom az ajtót, beülök 8 ember közé. Én így szálltam föl, vagy így mentem ki a pályaudvarra, hogy jöjjön, aminek jönnie kell. Kinyitod az ajtót. De én azt hittem, hogy ezt tudod. Há, mondom, akkor beülök egy kocsiba, mondom, ott elkezdek majd ott barátkozni, mondom, vicceket mesélni, de hogy ez valami egészen más. Ez nem egy ilyen hívszerelvény. Tehát így belülről. Úgyhogy... Nem tudod, milyen a hívszerelmény, az majd a jövő hét. Ne arcoskodj. Szóval és beszélgetés volt, valaki nem, meg... Mindenki nagyon magába fordul, aha, zenét hallgat, alszik, bambul maga elé. Ez a klasszikus reggeli, amire én emlékszem, mert én jártam azért nagyon korán tömegközlekedéssel. Nyilván nem hitték el, hogy te vagy az. Egyrészt ezt a Kaller először rám nézett, lenézett, megint rám nézett, csodálkozott, lenézett, mondom, csináltunk egy közös otot, mondom, hogy csináltam közös otot, csak kicsit elmosodott. De nem az a nagy barátkozós, dumálós, üljünk be középre, aha, és akkor csapkú, játszunk piros pacsit, meg csapkodjuk. Hát meg ki akar valakivel beszélgetni korán reggel, aki úgy ülöd, hogy szintén vonatozik? Jó, hogy annyira senki nem örült a vonatnak, mint én, mert ez mindenki egy megszokott dolog. Fenn vagyok! Jó reggelt! Itt vagyok! Ja. Senki nem örül? Akkor leül. Szabad az? Igen. Ide szabad? Ide is? Bárhol ülhetek? Végignyomkodtam a gombokat, viszont leszálló gombot, megnéztem a menetrendet, wifi-re hangolódta, az volt az első. Felszálltam, hogy wifi van-e. De tényleg, volt 3G, de mondom, megnézzük a wifi-t. És van wifi. Ilyen pneumatikus csúszós üvegajtó van rajta? A vonaton? Igen. Az ajtó? Aha. Hát az a szétnyílik kell. Igen, aha, szétnyílik, és megnyomod a zöld gombot. Elnézést, a anya. Adja már, apa, szeretnék indulni! Úgyhogy nagyon, tényleg nagyon. Ez nagyon kultúrát. Ez kultúrát. És miért nem jöttél ingyen? Mert nem találom a forgalmimat. Konkrétan tegnap egész délután a forgalmimat kerestem, és tudom, hogy valamiért valamelyik gatyámból kivettem, valamit csináltam vele, és nincs meg a forgalmimat. Nem találom a forgalmimat. Mert ugye az egésznek az lett volna a célja, hogy fölhívjuk a figyelmet, hogy ma lehet ingyen vonatozni, akinek van forgalmi. Hát ez ettől még lehet, erre csak te. Erre te nem. Figyelj, 370 forinttal hozzájárultam, uh-huh, ahhoz, hogy mondjuk a jövő héten ugyanezen a kocsin legyen fűtés, vagy legyen benne dízel, vagy ez mivel árammal megy, vagy mivel megy. Tehát én hozzájárultam a központi költségvetéshez. A MÁV központi költségvetés. De így biztonság kedvéért vittél valami, a bele kompatibilis. TB kártya, születésanyag könyvike van, sztoridi. Erkölcsi bizonyítvány, igen, sztoridi. Úgyhogy jó volt. Egy bácsikával ültem együtt, ő nagyon aludt, nem akart kommunikálni, úgyhogy ott aztán. Pedig érezgetted keményen. Mert bögdöstem meg ide. Hol vagyunk most? Segítsen már, mondja meg. Tubákot tettem az orra alá, nagyon tüsszögött, de egyszerűen nem. Aztán lehet, hogy tényleg olyan voltam, mint a Truman Show, hogy mindenki statiszta volt, és az egész arról szólt, hogy igazából én jól érezzem magam. Gyertek, üljetek, jelzd el, hogy alszol. Nem volt fura, hogy mindenki kék műszálas nadrág volt a szolgálati cipő. Tehát, hogy azért az így lehet, hogy az egészet a MÁV nagyon megrendezte,
mert hogy tegnap az Annát, a Lopper Daniék még folyamatosan üldözték, hogy melyik járaton jövök, hol jövök, hol szállsz föl, hol szállok föl. Volt vörös szőnyeg? Semmi nem volt. Azóta kering a város körül az Orient Express, vagy megtalálja Balázs. Igen, de ez igaz, hogy sose vagy annyira magányos, mint 4-6-kor éld alsón. Tehát ezt így higgyétek el nekem, hogy hárman állok a buszállomáson, erősen ittas alkoholos állapotban. Hát kihaltam, mint a 4-es metra, hogy itt kutattad a képeket. Tehát így pasiként egyébként jó, de mondjuk egy ilyen 50 kilós nőnek oda beállni reggel 4-6-kor a megállóba, hát figyelj, Gáspréd Vipera minden lenne nálam. Mert azért így volt egy-két olyan arc, hogy ránézésen 4000 év tudod, azonnal nem tudom mit akar, de ne jöjjön ide. Úgyhogy hát szerettem, tényleg jó volt. Van az Instagramon egy-két fotó. Archiváltam, mert tudtam, hogy lesznek szkeptikusak, úgyhogy mindent. Amit tudtam, lefotóztam. Érd a alsó pályaudvart, ennyien még nem lájkolták. Egyébként nézzek azt a pályaudvart, gyönyörű. Megcsinálták, elképesztően szép. Egyedül ott két hölgy áldogált a megállóba. Nagyon kultúrált. Többen azt írják. Törgetik a rétikőjüket. Igen, az egy negyere ide, ez a kapusztis csávó az voltam én. Mit írnak többen? Hogyha elfogadnád a felhasználási, vagy a használati feltételeket a netre, akkor tudtál volna netezni. Nekem nem ajánlott. Nem volt? Fölmentem, wifi, igen. hangolódott, aztán kiírta, hogy fölléptem, de nem írt ilyet, hogy fogadjam el. A megállóban menetrend, gyerekek, az nem tudom milyen menetrend, lefotóztam, tehát hogy mindent. Figyelj, én mindent archiváltam, hogy higgyétek el, hogy ott voltam. Neonalmatúra. Mindent le, még a jegyemet is lefotóztam, csak azért, hogy tényleg nehogy az legyen, hogy kitálom a dolgot. Úgyhogy megugrottam. Azt hittétek, mi? Azt hittétek, hogy ebből is visszakozom. Igen, de... Bennem van az, hogy kiszaladtál egy fotó, fölugrottál vonatra egy fotó, leugrottál. Igen, mert Viki várta vállal, eljöttem kelefölni. Viki egy picit később jött, mint te. Jó, lehet, akkor fölrakok egy képet a Kallerról meg találtál róla. Találtál egy használt jegyet valahol 370-nél első. Jó, de a Kalleros fotót hogy csináltam? Azt csinálhatta bárki. Hát azért lett az elmásolódott. Ott éppen mondta, hogy jöjj jegyet venni, csak leszállt, mert ugye állomáson voltunk, megnézte, hogy minden rendben van, majd elindította a vonatot. Tehát ott hagyott éppen, azt tudtam dokumentálni. Na mindegy. Úgyhogy jó kaland volt. És most tök jó, mert egész napra nincs autóm. Tehát hogy ez a legjobb dolog, mert vonatoztam egyet 370 forintért, a taxi költségem meg már most 10 000, mert... És még sehol sem vagyok. Jó, hát a műsor miatt kellett. Na. Persze. Ennyit megérhet neked. És most kimész a kocsidér? Aztán visszajössz. Hát most ott van a kocsim. Jó. Míg azt gondolkoztam, hogy elmegyek Érd alsóra, és ott teszem le. Ezt lehetett volna, és akkor hazamegyek. Uh-huh. De ez... Nem tűnik rossz ötlet. Ez egyébként nem lett volna az ötlet, hogy kimegyek. Igen. Járható útnak tűnik. Kimegyek, és ott teszem le. Most visszafelé is vonattal. Akkor már egy picit többen lesztek. Elég volt azért, jó volt. Azért. Az, hogy el kell oda jutni. Tehát el kell menni kellem. Mondjuk kellem, lehet, hogy Loppertig intéznének ilyen MÁV alkalmazottakat, akik fehér kesztyűben, mint a japán államvasutaknál, szint tollák be az embereket a motorkocsiba. De meg kell dicsérnünk a MÁV-ot. Ez ha minden vonat ilyen lenne, akkor európai közlekedésünk lenne tényleg. Férfi munka volt, Dani. Pontosan jött a vonat. Nem tudom, hogy csináltátok, nem tudom, mi a trükk. Próbáltam megfejteni, de nagyon jók vagytok. Na, mi látok minden oké? Milyen? Mi milyen? Hát képzeljétek el, hogy vagy? Megdőllek. Ja? Mondjad. Ja, csak mondani akartam, hogy képzeljétek el, én ma villamossal beszélni. Jöttem. És milyen volt? Nem, egyébként busszal jöttem. Úgyhogy tréfáltam. Te hogy beugrottam. De olyan volt, mint a többi 330 alkalom. Hogy vagy? Igazából nem tudsz mit kezdeni az időddel, meg magaddal. Nem, mi? Kiderült, hogy üres az életed. Kiderült, hogy semmi nincs benne, egy szánalmas semmi az egész. Nem, hogy azok a kis pontok, amik megvoltak egy 20-30 alkalommal naponta, ha mondjuk azt számolod, hogy az 5 perc minden egyes cigi, akkor a 100-150 perc egy napban. Hol van az elengedve a megoldást? Bűvös kockázat. Ez 2,5 óra, ami úgy szabadul föl, hogy effektíve nem tudsz vele mit kezdeni így hirtelen. Tehát nyilván vannak, eddig is csináltál dolgokat, de hogy voltak azok a kis 5 percek például. Ilyen nagyon gyötrő tünet még nincsen. Nem, már nagyon picit, várom. Picit arcilag már most meg vagy rogyva. Igen. Meg is vagy rogyva, basszus. Kicsit azt látod, hogy nehezebben mozogsz, kicsit olyan el vagy macskásodra. Nem egészséges. Az nálam így jön elő. Így van. És ez a szörnyű benne, érted? Hogy minden az ellen beszél, hogy leted a cigit. Basszus, minden az ellen beszél. Neked valami.
Hát nem tudom, majd biztos lesz egy dok. Tegnap voltam futni például, hogy elüssem az időt a Margit szigeten, nagyon jó. Nem lesz erről rossz futó, hogyha ezt a 2,5 órát minden nap belepakolod. Ugye, akkor előbb-utóbb ebből még, lehet jó valami. Futó leszel, igen. Ilyenek vannak, este kicsit a családommal nem voltam megértő, mondtam, hogy akkor most én megyek be a szobába, egy kicsit maradjatok, srácok, itt apa lenyugszik, és utána folytathatjuk a beszélgetést. Mi volt tegnap? Apa már kérdezted. Ja, Soma, te engem is. Nehéz, viszont az első jó élmény például az volt, hogy ma megéreztem itt, ahogy jöttem be a portánál a dohányfüstöt, és most nem úgy éreztem, mint eddig. Valószínűleg ez csak ilyen beleképzelés egyébként a dologba, hanem most úgy tényleg éreztem, hogy büdös cigifüst van. Én az egy napja nem dohányzó, mert hogy tegnap ilyenkor ugye szívtuk elé, tehát most már másfél. Nem, dühös vagy rájuk. Hogy de egy picit igen, persze ez is benne van, hogy én nagyon szívesen rájuk. Most itt szívják! Két napja szóval még te is itt igen. Nem lesz könnyű. Messze még a december 22. Messze még a december 22. Úgy menj föl a Facebookra, és nézd meg azokat a képeket, amiket küldtek rólam, kopaszol. Az áthúz, és ez adjon erőt. Körülbelül 15-20, nem tudom hány pályamunka érkezett, hogy hogy nézek ki majd kopaszol, adjon ez neked erőt. Jó. Adjon erőt, hogy erre ránézel, és azonnal nem lesz kedved rágyújtani. Komoly inspiráció. Igen. Jó. Hogy ott meglátod a mosolygós Vin Diesel. Egyébként basszus, nem rosszak a képek. Tehát, hogyha így fog kinézni kopaszon, nem lesz annyira durva. Nem lesz annyira durva. Jézusom, tényleg. Nézd meg, jó sok pályamunka érkezett. Na, mutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap. Ugye elhangzottak az ajánlatok, fogadtunk Ferivel, hogy rágyújt-e vagy nem. Tegnap rituálisan elszívta az utolsó szál cigarettát, és aztán kiderült, hogy részemről mi a fogadás tárgya, mit ajánlottam Ferinek. December 20-22-ig kell ezt tartani. Ha tartja, akkor végrehajtom, amit ígértem. Úgyhogy megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Játékra lehet jelentkezni, mi pedig jövünk majd a hírek után. Tíz perc múlva. Pontosan 7 óra, Ákos. Köszönjük szépen. Nagyon jó voltál most is. Jó voltál, mint mindig. Jöjj vissza, 5-ös. Nagyon jó volt. Na, itt vagyunk, indítjuk a reggelt, nézzük az SMS-eket, nem vagytok elhanyagolva, abszolút, figyelünk az SMS-írókra, Feri, van olcsó cigim, ha kell. Még egyelőre nem, de szólok, te leszel az első, akit hívni fogok. Igen, ide egy másik hallgató, rászoktattak, rabszolga, örök adófizető lett. Aki nem tud megszabadulni a cigitől, az puhán gyenge. Így van. És Balek is. És Balek, írja egy hallgató, de hát ezt még a te esetben, hogy egyáltalán nem mondhatjuk, elszánt vagy. Meg fogod csinálni. Ebben én egészen biztos vagyok. Azt mondja, hogy... Nézem még, hogy mik vannak, és ha nem sikerül leszokni a Ferinak, felrobbantja az alfáját? Kérdezi Hambi. Lehet. Egyébként? Lehet, hogy ez lehet. Igen, még adnunk kell egy választ ma. Meg is kapjátok. Új. Hát én félek. Na, igen, kuc. Igen, Balázs, legyen az új mottód, nincs többé korpa, csak gyönyörű fejbőr. Amúgy Viki is imádni fogja, jó a műsor. Még nem látom az arcán, hogy ő örül a fogadásunknak, de majd később. Picit behajtós, de azért jól áll. De mondom, hogy nem a borotvával kopasz a borotvát. Jaj, már jön kifelé nem, belőle. Nem, csak annyi, hogy borotvával már nem húzzuk kopaszra. Jó, hány milliméteres? Hát amit tud a nullás, az a, tehát a ekkora 2, így. 3? 340. Na játszunk, hogy állunk játéka? Mi a helyzet? Jól, tegnap? Jól. Tegnap nem. Kedves hallgató, nagyon aranyos, helyes volt, de azért elbukta. Kivel játszott? Velem. Velem? Nem is emlékszem rá. Nem hagyott bennem nyomot. Na megnézzük akkor, ki a mai játékos. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló! Jó reggelt, sziasztok! Hello, jó reggelt! Erzsi, hello Erzsi, honnan hívtál minket? Gelénesből. Az merre van? Hát, Szabolcs-Szatmár-Bereng, menjen Vásáros-Naménytól 18 km. A betyárat, eldugott egy kis helyecske ez. Ugye? Hát, igyekszem lapulni. Lapulsz. Bújsz, forró lett a talaj valahol, és her kellett egészen odáig menned? Nem, minden rendben van. Mivel foglalkozol, Erzsi? Én egy gazdaboltban vagyok eladó. Gazdaboltban? Ott mit árultok? Gazdákat, hát nyilván gazdákat. Mit árultok a gazdaboltban? Hát mindenfélét, ilyen csavarokat, szegeket, meg amíg a gazdaságba kellenek.
a gazdaságba kellenek. Ez jól hangzik. Sose voltam egy gazdaboltba. Elviszünk egyszer. Jó, láss meg a világ ezen. Abból a bajuszos gumicsizmásból legyen szíves. Hagyjon négyet belőle. Igen. Kivel szeretné játszani, Erzsi? Ferivel. Indítjuk is az órát, jó? Jani? 3-2-1 fejl. Azt szereted, hogy Bözsi. Ha Bözsinek szólítanak, szereted? Talán. De az Erzsikét jobban szeretem. Erzsike, akarsz kérdezni, ugye? Szabad? Persze. Dohányzásról akarsz beszélni? Te cigizel, Erzsi? Én... Válaszolsz erre a kérdésre? Igyekszem. Csak igyekszel mindig... cigizni? Igyekszem válaszolni, csak mindig megzavar. Bár hallom, hogy... Mert 20 másodpercet vagy... várok egy válaszra. Szerinted ideges vagyok most? Lehet. Bár lehet, csak a cigi teszi. Vagy te dohányzol? Most felfüggesztettem. De kár volt. Kár volt. Értem. És hogy bírod? Ezután a játék után mindjárt rágyújt. Hát én most kimegyek, és cigizik. És biztos, hogy rágyújtok, Erzsi. Erzsi. Én nem adom meg. Erzsi. Ezt már most mondom. Erzsi, nem azért, mert leszoktam a dohányzásról, és marha ideges vagyok. Vagy Erzsi, mondd ki, te legyél önkritikus. Azért. Hát hallottam, hogy mondotta, nem adja meg benn a nemet. Te megadnád magadnak? Én nem dohányzom. Nem a cigit, hanem a játékot. Tehát az, hogy megnyerted-e. Hogy érzed? Hogy érezted ezt te belülről? Hát... Szerintem igen. Szerintem, hát jó, ez mondjuk gondoltam, hogy ez hülye kérdés volt, hát persze. A játékos általában megadja saját magának. Ha persze, hogy megadja. Igen, egy picit passzív voltál, nem az a picit, baj. Nem picit volt, most. Igen. Most mondjátok meg, ha én idegesen nem, vagyok, nem, mint nem, egyébként. Nem, Erzsi gyakorlatilag behozta az év passzívja díjat. Egy kicsit izgultam, meg állandóan a Feri. Milyen állandóan, Szivi, 15 másodperceket Szivi. Vártam. 15 másodpercet vártam, hogy de, hát vissza tudjuk hallgatni, tudod? Föltettem a kérdést, majd elkezdtél kamuzni, ami nem baj önmagában, elnézést, hogy kicsit zaklatott vagyok itt a dohányzás miatt. Érted? És ez még csak az eleje. És ez még csak az eleje, tehát holnap még meg is verek valakit. Hol van még december, gyerek? Érted? És vártunk, és 10 másodperc, 15 másodpercig így ment, hogy hát... Igen. Szóval, de én most elfogult vagy, vagy én most elborult agyú vagyok. Erzsikém, legközelebb játszunk egyet, igen. És akkor megadjuk. Ez passzív volt, szóval ez nem volt egy kerek mondat se, csak én igen, talán ezt most nem tudjuk megadni, ne haragudj. Pedig aztán mi már a legritkábban intünk meg valakit passzivitásért, hogy ne érje szó átzelejét, de ez most sajnos nem megadható. Tényleg passzív voltál. Ha kell, nem számoljuk bele az eredményünkben, marad az 1-0, tehát nem azért, hogy 2-vel menjünk. De ez passzívabb volt a megadhatónál. Jó? Jó. Puszilunk téged. Mi is hello. Köszönjük. Legközelebb hívjál még, aztán játszunk egy visszavágót. Ciao. Okay. Hello. Nem, hát valahogy azért nem. A szabályokat muszáj tartani. Leszek én a rossz, lehet engem utálni, de ez nem. Ha ezt nem adjuk ezt meg, vagy ezt megadjuk, akkor holnap is meg kell. Igen. Ez most egyértelműen akkor ez passzív volt, igen. De beleszámoljuk. Persze, azért 2-0. Hát világos. Hát ez. Jó van. Hát azért számoljuk bele. 5 perc a pontosan, 7 óra várunk friss közlekedés híreket, kinek hogy indult a reggel, kivel mi történt, mi van az utakon, írjátok meg nekünk, mi pedig jövünk Ákos hírei után. It's my life. It's my life. És uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, 8 perccel. Jó reggelt kívánom mindenki, egy jó kis doktor Alban. Na, hát csak az íze vége, gyerekek, csak hogy legyen mit szeretni, és mit énekelni. It's my life, csikizd a cicim, hát én ezt nagyon... Óriási. Ezt nagyon kedves. Óriási. Alban. Micsoda zene, mi akkora muzsika, Alban Vapa.
Ez a neve? Így van, ez az ő anyakönyvezet neve, Alban Vapa. A svéd fogorvos? Igen. Ugye? Bőhal? Akkor még nem volt svéd. Igen, akkor még nigériai volt. Igen. Tehát két dolgot nem nézel ki belőle, hogy svéd és hogy fogorvos, minden más, igen, nem? Ugye? Tehát a teljes képzavar, egy svéd fogorvos, aki egyébként fekete és nigériai. Tehát minden van. Tehát ez mint a Pákó sztoria körülbelül, a svéd fogorvos. Csak mondom, hogy ő elrabolta az egyik babysitter-es lány szívét. Bizony. Bizonyám. Há, más már nem tudott elrabolni. Hát, mutatott valamit. Tudott valamit mutatni, amit mi nem tudnánk igen, mutatni. Egy picit egy rövid időre összebútoroztak. Az Évivel. A Vörös Démonnal. Aha. Nagy darab a colosa. Igen, több emberrel is össze. Barátkozott állítólag, de mit igen. értünk mi ehhez? Nem volt egy apró lány. Tehát de is... jogdíjak tekintetében Alban Vapa volt a legszimpatikusabb. Vapa? Ilyenkor nem jön meg a kedvetek egy jó kis retro napra? Nem, érzitek azt, hogy ott milyen jó lenne, ha már egész nap ilyen retro zenék szólnának? Fé, én gyűlölöm ezt a számot, de még így is megdobogtatta a szívem. Jó, lehet még valami 7:30-kor. Kaphatsz még valamit. Kaphatsz még valami ugyanilyen beretest, jó? Ha nagyon-nagyon-nagyon szemtelen vagy, kaphatsz még valami kis fincsiséget a régi nagy retro klasszikusokból. Na, nézzük az SMS-eket. Azt mondja, hogy ugye a legfontosabb, hogy vannak-e közlekedési hírek, ugye nagyon sok SMS meg kérdés jön, de a közlekedési hírekre koncentrálunk, mert hogy az a legfontosabb. Azt mondja, hogy M6-os, M60-as déli szakasza teljesen tiszta, migráns és szerventes, csak a tücsök ciripeléstől töri meg. Ja, csak a török... Na, engedd. Csak a török ciripelés. Ott van néhány rohadt tücsök. Ennyi a lényeg. Meg néhány török, aki tücsköt... Néhány török tücskölő török ott az M5-esen. Úgyhogy vigyázzatok. M7-es trafi Pest felé a Pákozdi pihenőnél tücsik ült el nekünk. Egér út Pest felé torlódik. Lerobbant kis teher autó miatt. Ezt Zozi írta. Köszönjük szépen. Aztán azt nézem, hogy van-e még valami, ami esetleg fontos lehet. Friss, meleg, és most jött M3-185-ös Könél Nyíregyháza felől mérik az érkezőket. Hajrá, Feri! Köszi. Budai alsórakpart dél felé már a Mozaik utcától dugul, lehet haladni még, de körülbelül 20-szal ezt István küldte nekünk. Köszönjük szépen, egyébként torlódik, ezt mondtam. És Esztergomban a Bánomi úton a festékbolt előtt mérnek a rendőrök, ezt Ricsi küldte nekünk. Megnéztem Vapa úrnak, még 2008-ban is volt albuma. 2008-ban, és a legnagyobb megdöbbenésemre volt egy Very Best of albuma is. Ami nem tudom, hogy mi volt a Hello Africa, meg ugye az It's My Life volt az ő nagy slágere. A többi az mi lehetett? Mi a francot rakunk rá? Mit rárunk rá? Micsoda? Micsoda? Na, akkor 9:30, akkor 8:30 kapsz még egyet, jó? Úgyse fogom meg is. Nincs több doktora Albán. Na, akkor 8:30 figyelj. 8:30 után olyat kapsz besít. Az mi is doktora. Hát van, mi 2-3 nagy klasszikus egyébként van. Legalább annyira jó. Én mondom, a Hello Africa, az meg volt, meg az It's My Life, nem tudok más. Mondjuk mindent ismer szerintem, amit kell. Na most úgy látom, Balázsnak kihúztam, hogy ufaj. Most akkor majd 8:30. A legnagyobb idolom a csipkedet. Na most akkor. Postolgatom. Akkor 8:30. Most kapcsoltam be a rádiót, Balázs, beértél a munkába, hogy lehet kérdezni Dóri? Igen, hát Dóri, minden rendben volt, vonatoztam, archiváltam az Instagram, ott vannak a fotók. 5:34-kor Érd alsóra begördült a MÁV szerelvénye, pontosak voltak. 5:58-kor leszálltam Kelenföldön. Gyorsan taxiba vertem magam. Ezt a szakaszt már nem vállalta a bátor férfi. Ezt a szakaszt már nem, mert elkéstem volna, de a MÁV, amit ígértem, azt teljesítettem, rendben volt, kultúrát volt, és hibátlan élményt adott a MÁV. Beszéltük ezt a tervet, akkor nem mondtuk neki, hogy az 5 órásival induljon el, hogy 5:06, vagy hát, valami ilyesmi? Fél óránként járt, megnéztem. És akkor inkább kicsit toltad, uh-huh. Mi? Még a 6-osra is tudtam volna jönni, és akkor nem tudtok csörögni, csak nem akartam elkésni. De rendes. Nem akartam elkésni. Mert egyébként, ha az 5-össel jössz, akkor van időd a metróra is. Na jó. Jó, hát azért hát negyedőt, még vonattal is jöjjek, még 4:45-kor is kelljek, hát azért érted, hogy hülye nem vagyok. Tehát azért így is 5:02-kor kiléptem a házam ajtaján. Azért az kemény volt. Egyébként ilyen 5:40-kor szoktam. Na, mosógép játékunkat kérdezitek sokan, hogy mi a helyzet. Hát gyerekek, rengeteg elhasználódott szomorú mosógép írt nekünk levelet tegnap is. Úgyhogy ma is sorsolunk majd egy kis gazdát. De csak 9 óra után
úgyhogy a mosógépnek és az, a mosógépeknek és az ő gazdájuknak mondjuk, hogy majd 9 óra után hallgassanak bennünket. És a leveleket e-mailben küldjétek el, igen, illetve küldjék el a kedves mosógépek, igen, ne az SMS falunkra, mert nem tud majd nagyon működni ez a fal, hogyha ide jönnek a levelek. Meg a mosógépek nem írnak SMS-t, érted? Mondjuk az is igaz. E-mail csak. Ha nincs kezdjük. Igen, szóval ne, tényleg ne SMS-ben küldjétek, mert nagyon-nagyon sok szomorú hangvételű SMS jön, amit a mosógépek küldenek nekünk, de a mosógép, vagy mosógép kukat, klasszfm.hu az, az él, és oda jöhetnek. Na mi van, megkaptad már be hívót, te, mint tartalékos? Mész, nem mész? Hát most azt olvastam, hogy viszik a tartalékosokat. Hát, minden reggel úgy kelek fel. Hogy végre ott van. Vagy irány a front. Irány a határ, tessék őrizni a határt, és venni. Hát aztán behívják a tartalékosokat. Hát az hármunk közül csak te vagy én tartalékos. Én is hallottam. Miért nem kaptál még be hívót? Én azért számítottam rá, hogy védem majd a déli határokat, illetve göngyölöm a szögesdrótot, hát osztogatom a sonkás szendvicseket a bajtársaknak. Miért nem kaptál még be hívót? Mikortól vagy te tartalékos? Vagy meddig vagy te tartalékos? Hát, 45 évesen? Az van, hogy 45 évesen már lehet, hogy nem. Na mi, akkor kik a tartalékosok? A 40 alatt. 40 alatt szerintem. Akkor én elvileg tartalékos lennék? Igen, az ilyen élemedett korúak, mint én. Bár és akkor nekem megjöhetne a behívó? Neked meg. Simán. Neked meg. Neked még úgy is megjöhet, hogy nem vagy tartalékos. Szerintem simán. Igen? Aha, ha 40 alatt, hát most miért kerítést építeni, te is tudsz. És ha nem megyek, akkor előállítanak és elvisznek? Tehát téged most nem fegyveres szolgálatra visznek be, te most segítő emberként mehetsz, 37 éves vagy, vagy max 8, ahogy így elnézem ma reggel. Tehát 40 alatt vagy, még téged például el lehetne vinni. Mehetsz gerebjézni a nyomsávot például. Gerebjézni, szendvicset kenni azoknak, akik értenek hozzá és dolgoznak és rakják fel a hívjákot. De miért egy 45 évesen, mert már nem tudsz szendvicset kenni? Nem. Te, de te miért mitől tudnál? Vagy te honvédség számára már nem tartalékos, nem vagy öreg? Hogy tudnék már? Hát 45 évesen, hát 45 évesen nem kellek én, nem kellek én nekik. Nem kellek én nekik. Ott van az a sok fiatal, erős, jó fizikumú, hivatástudattól fűtött fiatalember. Na. Ja, igen. Na, meg te. És te. De ők most a tartalékos, a régi hadseregből a tartalékosok, vagy az önkéntes tartalékosok? Vannak, mind a kettő van. Igen? Mind a kettő van, vannak köztük olyanok, akik voltak katonák, és aztán tartalékosként is továbbra is lehetett rájuk számítani, illetve vannak azok, akik önkéntesen jelentkeztek. Uh-huh. Akik már az új honvédségben, vagy az új hadseregben vannak, és ott voltak tartalékosok. Így van, akik alig várják már, hogy jöjjenek. De hogy is, nyilván nem ezért. Na jó, az akkor nem lesz az, hogy egyszer bejövünk, hol a Jani, és ülsz egy tömött buszon, és visznek a határa, mint Bergert a herbe, érted, és én elmegyek helyetted. 2006 környékén én még egyébként még szóba jöhettem volna, és jelentkeztem is. Én ezt nem is, nem jelentkeztem, hanem kaptam tőlük egy papírt, és én megyek haza, és nézem, nyitom ki a postaládat, és nézem, mondom, sas behívó, hogy az már nincsen, de hogy mondom, úristen, megint behívtak. Mondom, van valahol valami konfliktus a világban, amit meg kell oldani, verekedési törpebárban, vagy valami. Tehát, hogy így, és akkor így nézem a papírt, és látom, hogy tartalékos behívó. Mikor verekedés egy törpebárban, az nagyon tetszik. Érted, vagy hogy hívják, rendbontás egy óvodában. Fékezze meg az elvadult óvodásokat. Összevesztek a piskóta kockán, és mondom, nézem a papírt, mondom, miről van szó. És látom, hogy tartalékos képzésre, illetve ilyen kiképzésre hívnak be. És be is mentem egyébként egy hadkiegre, és mondták, hogy számítatok rá, hogy az elkövetkezendő hetekben be kell vonulnom, nem tudom ilyen, nem tudom hány hétre. És akkor éppen rádióztunk, amúgy a DJ volt, és hát be is jelentettem az olvasztulójának, hogy lehet, hogy nem leszek három hétig, mert hogy egyébként a hazáért és a haladásért is egyáltalán. És akkor tovább képeznek, tehát tartalékosként persze, vagy tovább újra képeznek? Újra átveszük az alapokat. Tehát még jobb tartalékos legyél otthon, ahogy ülsz. Aztán nem lett semmi az egészben, meg kiderült, hogy nincs rá pénz a honvédségnek, amit nem lepődtem meg. Hogy elvigyenek arra? Igen, nem volt pénz. Igen, nem volt a képzése. Na jó, hát akkor nem visznek el. Szomorú. Szomorú. Nem. Kicsit reménykedtem már. Pedig nem számíthatnának. Hogy mész majd egy kis golyókapkodónak ott valahol. Hát figyelj, ahogy én építek kerítést, úgy nem épít senki. Fölülsz egy tekesnek a vállára, ide fölültet, és akkor elindultok ketten. Nem. Mint a tekes, és mini mi, tudod, és elindulsz, és a kis golyókapkodó. A másik oldalon lenne egy ilyen kis izé, egy ilyen kis tok, és abban lennék én, mint a másik személyes oldalfegyver. Mit kell tudni egy tartalékosnak? Tehát, hogy te tartalékos, be kell menni, és azonnal mondjuk, ha kell, akkor lősz, vagy ásnod kell, vagy mit csinál egy tartalékos? Ugyanezt kell tudnia, mint bármilyen más honvédnak. Hát csak tartalékon. Tehát igen, nem kell annyira tudnia. Ugyanazt kell tudnod, csak nem annyira kell tudnod, mint a profiknak, nem? Hát de most, hogy bekötném a szemed, és elővennék egy kalasnyikovot, akkor szét tudod szerelni, meg összerakni? Vagy amivel a magyar honvédség lő, ha lőni kell? Nyilván nem fognak lőni, még nem is erről van szó, de tudnál? Igen, de... Gép karabét összeszerelni egy perc alatt csukott szemmel?
Igen, de nem igen. Erről lehet egyébként megkülönböztetni a tartalékosokat, meg a hivatásosokat, hogy lent a altánál a tartalékosoknak be van kötve a szem. Mert hogy ők egyébként megkötött szemben is szétszedik és összeraknak az AK-t, vagy az AKM-et, de hogy egyébként kb. Ugyanazt. Gyakorlatilag a tartalékosnak ugyanazt kell tudnia, mint a hivatásosnak, illetve hát ők még egy ilyen továbbképzésen is túlesnek, mert ugye egy speciális feladatról van szó, nekik most ilyen tömegoszlatásban, meg ilyesmikben, meg kényszerintézkedések gyakorlásában, meg ilyenekben azért fel kell zárkózniuk. Gyakorlatilag ugyanazt kell elsajátítaniuk, mint a rendőröknek. És például, akit a tartalékosként elvisznek, igen, annak a családja megkapja azt a pénzt, amit a tartalékos keresne fizetésével? Igen, te nekem van mondjuk egy 150 nettót valahol, akkor igen. Mi van? Akkor azt az állam kifizeti? Vagy hát most van? Vagy te bemész, ásod a kerítést, és közben... Nagyon jó kérdés. Na, nem tudom. Hogy működik a dolog? Annyi otthon van mondjuk két gyerekkel, így a második most állnak született, a kapuba, integetnek a zsebkendő után, sírnak, minden gyerek sír. Igen, anya szoknyájába kapaszkodva. Igen, jönnek a tankok, aki tud állni. Igen, elrepülnek fölötted a borázgi. Kicsit a tartalékos még hátra néz, de már puszit nem dob, mert azért kemény, mégiscsak így a, mégiscsak a belép a menetoszlopba, és együtt kezd élénekel a többiekkel, hogy a százados úr seje haj, százados úr a felül a lovára. No, tehát ez a kép van, igen, de előtte elvonul Fecsés irányába. Így van, Fecsés felé elvonultok ma kedden, de tegnap ő még a Fecsési káposzta savanyítóban bruttó 160 ezer. Én azért meglepődnék rajta, hogy ezt kifizetné a Magyar Honvédség. Hát, és akkor miből él meg a családja addig, amíg ők kerítés. Hát azokból a lopott Grippen alkatrészekből, amiket hazaküldök és elvisznek a bolhapiacra. Szerinted arra van most kereslet? Szerintem néhány kerítés darabot, egy ásónak a fejét. Ásón jeleségem, ne haragudj, hogy most csak 78 méter szöges drótot tudtam küldeni. Ennek vagyok most jó a közelében. Tovább tudjátok passzolni. Itt nincsen más, csak homok, megeldobált útlevele. Na jó van, hát akkor nem mész egyelőre. Jó. Nem, de számítottak rám. Most láttad a drótot, hogy vigyenek? Már alig várod. Nem, nem. Kicsit kiráncsan a holtóról, számítatnak rám. Elvihetnek, még csak 45 vagyok. De romantikus lesz majd ott. Na, viszont tanácsot akarok kérni valamiben gyerekneveléssel kapcsolatos. Hát, ha van egy-két hallgatónk, aki hasonló cipőben jár, vagy járt, amik a gyermeke kisebb volt, hogy ez az ambivalens szülői érzésekkel ugye nap mint nap meg kell küzdeni. Például egy olyan élethelyzetben, amikor a gyerek sportot választ. Aha. És nálunk ez megtörtént. Az ambivalens érzés az a szeretem, de eladó? A gyerek? Aha. Nézd. Igen. Egy szabad szemmel látható összegére, egy hétvégére kibérelhető. Nem, az ambivalens az a rohadtul rühelem, de mégiscsak az. Szerintem minden szülő úgy van a saját gyermekének a nevelésével, hogy elképzelsz neki valamit, ugye? És felméred a képességeit, és azt gondolod, és azt látod, hogy ő ebben vagy abban a sportban például nagyon ügyes lenne, és már látod, ahogy dobogóra áll, ahogy érmet tesznek a nyakába, és egyszer látod, hogy te is boldog vagy, és ő is boldog. És mit csináljon a szülő abban az élethelyzetben, ha a gyermeke kiválaszt egy olyan sportot, amit nemhogy nem szeret, nemhogy nem kedvel, hanem itt magyar viszonylatban egész egyszerűen rosszul vagyok tőle. Tegnap odáig jutottunk már, hogy Viki el kellett, hogy menjen meszt vásárolni a gyereknek. Stoplis vásárlás következik. 9-es olasz meze van, nem tudom, ki játszik az olasz válogatottban a 9-es mezben egyébként, fogalmam nincs. Kék itáliás meze van a gyereknek, fehér nadrág, ma van a stoplis szerzés, és heti háromszor futball edzésre jár a gyermek. Legalább az olasz válogatottat nem rossz, választotta. Nem rossz. Ez jó. Még egyszer mondom, futball edzésre. Én akkor aggódom igazából, hogyha a hullahopkarikát és buzogányt kellett volna venni a gyereknek. Tudod, mi gondolok? Jobban hogy még ez is jobb. Igen. Az különleges legalább, érted? Ott legalább, de ez hogy a, még ez is ez... jobb. Na most ugye itt még nem kell komoly edzésre számolni, rohangálnak, egyébként nagyon cukik, sok kis apró kis manócska, azt se tudja, melyik kapura támad, nagyon jó fej az edzőbe, és rohangál. De látom már a gyermekemet, 13 évesen, barna zselézett hajjal, itt valahol az ülői úton másik, nem tudom, 4-13 éves, 20 kilós, barna zselézett hajú. Egy akadémiába. Vagy a felcsúti akadémián, látom majd a gyermeket, most építik a téli pályát, fűthető lesz. Szóval, hogy meddig hagyod, és mikor kezded el finoman irányítani, és azon irányba terelni, hogy jó ez a foci, szeretjük is, mozog a gyermek, és nem lesz rövidlátó, mert most olvastam pont, hogy aki 40 percnél többet van a szabadban, az például nagy esélye nem lesz rövidlátó.
de letesszük a stoplit, leveszük azt a mezt, és csinálunk ott valami egészen más. De várjál, de lehet, tehát, hogy mi is nem tudjuk, hogy mennyire tehetséges, vagy mennyire nem. Tehát, hogy lehet, hogy tényleg egy ilyen magamutogató bájgunár lesz, aki minden pénzét bele fogja ölni valamilyen sportkocsinak a leasingelésébe, hogy jó legyen a belépője, az antréja minden alkalommal, amikor megjelenik például. Ha meg kell vegyed a sportkocsit, ebben legalább ugyanolyan lesz, mint az a... Igen, ebben segít. Egy igazi bájgunár, aki sportautóval megy minden. De lehet, hogy tehetséges lesz. De akkor sem akarom, hogy focizzon. Egyszerűen nem akarok ott állni a kapu mellett, a többi szülővel, és magyar futballról, fociról, labdajátékról, ilyen típusú labdajátékról beszélgetni, és 11 darab ilyen zselézett hajú 16 éves gyerekkel rohangálni. Eleve nem kéne ott állod, mert lenne saját zsőjéd. lenne egy díszpálya. Jó, az oké, ezeket értjük. Nem vagyok hajlandó. Ki ott rengatni akar oda? Gólt lőtt a gyereket! Nem! És akkor nem érdekel? Nem érdekel! Én ezt az egészet nem akartam! De jó, a legsikeresebb magyar az ember elképzeli, hogy mit tudom én, tékvádozzon, hogy judozzon, hogy kickboxoljon, hogy mit tudom én, teniszezzen. De itt is rúgdoshatják egymást. Az megvan, figyelj, nagyon helyesek, mondom, egyébként 15 nagyon cuki apró kis manó rohangál össze-vissza, fele csapad már ilyen zöld, ugye ebben a kis mezben, hogy meg tudják egymást különböztetni, pici mozgatható kapu. A sok főn csúszás miatt a gólőröm. Ketten fekszenek a kapuba, a hárman rossz kapura támadnak, mert nem tudják. Az nem jó, de... A foci edzőtek megfogta két gyereket, és kihúzta a kapuba, mert befeküdtek a kapuba, azt ott feküdtek. De mit tudok csinálni, hogy éreztessem a gyerekkel, hogy focizzál nyugodtan, de ne gondold azt, hogy azért ez olyan hosszú ideig menni fog. Imádja. Tehát várja a gólt lőt, este el kellett mondani, hogy lőtte a gólt. Ma úgy ment oda, hogy úgy megy oda, hogy tegnap nyert. És látom, hogy megtalálta. És kétségbe vagyok, párikban vagyok. Én nem akarom, hogy futballista legyen a gyerek. Szerintem beszéljek az edzővel, hogy mondja meg, hogy Benni nem vagy tehetséges? Az nem jó. Nem jó, mert ő nem fogja. Tehát neki te kell lesz, te is kell lesz. Mester, pár szót válthatnál. Én érzem, a gyerek nem tehetséges. Legyőz, és megmondom a gyereknek, hogy annyi szép sport van a világon. Azt tudod-e, hogy került oda egyáltalán a gyerek, mert én ezt nem tudom, hogy te se szereted. De miért? Mert azt mondta, hogy szeretne focizni. Fociztam vele egy csomót a kertbe, és megláttam az oviba, hogy ott a lakom, foci klub várja a 5-6 évesek jelentését. Illetve főhívtam edzőbát. A labdát. Főhívtam edzőbát, és mondta edzőbe, hogy igen, hétfő, kett, csütörtök, futballedzést 4 órától 5 óráig. Azóta futballedzéseken ülök. Tegnap így feküdtem a domba, anyát naposztam. Legalább tudtál aludni egy kicsit. Kicsit tudtam pihenni. Apa, láttad a gólt? És a gyermek az megszállottan futballozik. Érted? Ez megszállottan a bajom, te magad se nézel foci meccset, nálunk ugyanez van. Tehát, hogy a férfi gyerek miért megy rá a focira, amikor az apja soha életében nem szerette a focit. Nem nagyon, de hát most nem nagyon. És foci meccset néz, és meg kell állítani, és tudja a Barszát, és tudja a Real Madridot. És ami nem baj, mert tehát egy pasis, meg ez nem baj. Na de azért az megvan majd, ahogy felcsúton ott rohangál egy ilyen kis gatyában majd 16 évesen? Vagy nem tudom, mit a francia stadionban, vagy bár. Nem, valahogy nem ezt képzeltem neki. Na így fog beszélni, Edzsőbe. Nem biztos, mert azért otthon hal normális beszédet. Tibibá, megmondta, menjünk a szélére, mindannyian kimennünk a szélére. Ekkor középen jött a labda, és gólt kaptunk. De Edzsőbe is nagyon jó fej, értelmes, jól bánik a gyerekeket, nem az a... Tehát nem ilyen. Akkor nem. Nem lehet, hogy egyébként konfliktusok nem voltak. Nem mivel, hogy összeverekedtek a szülők? Hát nem, hogy a Bennyvel. De én focizni akarok. Akkor is ritmikus gimnasztikázni fogsz, takarodj a szobádba! De most a futballról miért kell a ritmikus sport? Hát mit? Miért kell az RSG? Tehát én, aki focizni, nem engedem a gyerekemet, de RSG-zni viszont nagyon minden. Fogd meg azt a hullapot. Legalább neked is van nézni való. Fogd meg azt a szalagot. Irány vissza a szobádba gyakorolni. Gyakorolj még a buzogánnyal, addig én itt nézem a lányok. Figyelj. A dolog nyilván nem komoly, mert 6 éves, tehát még azért nem félek attól tényleg, hogy azért az U16-ba megyek majd edzőtáboroztatni a gyereket. Na, majd egy pár év múlva. Amikor az esti imája és az egy arany csapat ki vagy a mennyekben, Ciborra, Puskás, Hidegkut. Hogy tudod leterelni? Biztos vannak olyan hallgatóik, akiknél a gyerek valami olyat kezdett el csinálni, amit egyszerűen örültél neki, meg láttad, hogy boldog, de a szíved mélyén. Legyünk őszinték, kicsit minden szülő valahogy elképzel a gyerekét. De nem, hogy a szülő kell. Ha ő ezt szereti, persze, akkor nem. Te mit szeretnél? Mi legyen a gyerekből? Teniszező fogadjunk, mi?
És ott közben a focipálya szélén rohangál az ütővel. Nézd csak, Benni, ez a fonák, ez a fegyé. Igen, és miközben a gyerek futballozik, én közben ott izé rohanok. Vannak egyébként heteroteniszező. Igen, tehát azért értettem ezt a kis előadást, hogy nem mindegyik teniszező meleg. Szóval fonák, tenyeres. Nem tudom, nem akarom. Na hát most van nekem annak, nem akarok ott ülni egy lelátó 30 darab szotyizó szülővel majd. Itt önti be a szotyit, itt köpi ki a tökmagot, érted? Nem, te azt nagyon akarod, hogy megjelenjen az első Cristiano Ronaldo poszter a szobájában. Szerintem percekre vagyunk ettől. Tehát mondom, tegnap meg kellett nézni, csak már álmos voltam, és Viki hajtott a gyereket, hogy kiátszik az olasz válogatottba 9-essel. Ott mondtam, tereltem, most nem megzuhanyott, majd holnap megnézzük. De a gyerek szerintem nem felejt, úgyhogy ma már nekem meg kell nézni. Kezd el támogatni. Mit? A focist dolgát, és akkor lehet, hogy magától akkor ellened megy, mert lehet, hogy most azért szereti a focit, mert te nem szereted, érted? De én szeretem, meg örülök. Csinálj úgy, mint hogyha szeretnéd, és meggyűlöd. De nem, én imádom, hogy jár edzeni, meg jó, tök az. Jó, tehát futkározik, nyilván ez arra, hogy mozog. A mozgás tök jó. De mi van rákattól? Nagy autót kell venni. Néha, igen, akkor nincs mese. Én másik hát, nem állt be a parkolóba. Vagy másik sport. Megpróbálod felkelteni egy másik sport iránt az érdeklődését. Vegyél neki egy sisakot, válvédőt, spandexgatját. Érted? Hát, ha amerikai focizni fog. Jó, vannak rosszabbak is. Tehát ha tényleg azt mondta volna, hogy apa, úgy tetszik nekem ez a medence, vigyél már le, leviszem úszni elé, meglátja a szinkronúszókat, és tényleg rájön, hogy apa, ez nekem nagyon tetszik. Mennél egy orcsip ezt a születésnapomra? Igen. És olcsóban megúszott. Azt láttam, hogy a gyerek spárgázik, tudod, nagyon durván a medencében. És ott elkezdi kipróbálni az anyjának a tartós sminkjeit a tükör elő. Igen, tehát nézzük azt, hogy mindennél van rosszabb. Nálatok mi a sport, vagy mit választottak? Nálunk gimnasztika van Sominak, mert ahogy voltunk itt Horvátországban nyaralni, akkor ott voltunk Trogirban, és volt három ilyen fiú, akik... Gimnasztika, akik... mi? Igen. Na, azt tudod, mit jelent? Hogy mit? Nincs az edzőnek képesítése semmi a sporton. Ja, jó van. Na, mi edzőnek? És elkezdték, elkezdték, dobálták egymást, meg szaltógres, és Somi azt akarta csinálni, úgyhogy most ő ide jár, a Ponyész pedig a tanga, a kézilabdás. Tehát ő minden tanga, áttör. Tanga kézi, tangában kézilabdáznak, nem tudom ezt gyerekektől. Tangban. Hát milyen világ ez, ahol tangában kézilabdáznak. Nem tangában. Úgyhogy ők ezt csinálják. Egyelőre én, ja plusz, hát Sominak a mondjuk foci. Mondjuk a Panna meglát volna, hogy ő mondjuk szumózni akar, és levinni egy szumó edzésre. Tehetséges. Nem, csak kérdezem, hogy nem úgy állsz ott, hogy oké, csinálja meg, látod, hogy boldog, a büdös életben nem fogom a fociról se lebeszélni, de valahol a szíved mélyén kicsit azt szeretnéd, hogy valami más. De lehet, hogy ő világbajnok. Ez nekem is megfordult a fejemben, amikor először megláttam a gyerekeket, mert láttam, hogy nagyon jó paszban vannak alkotilag, de aztán rájöttem, hogy a Rákóczi család sokkal jobban becsül az ételt annál, mint hogy például a rizs dobáljon mindenki. Hát az egyik. Meccsen, érted? Tehát, hogy ők inkább lefőzik, megpárolják, érted? Meglátja a nagy basmati. Vagy tényleg, amikor 12 évesen gyereket rákattan a boxra, és nem akarod, hogy szétverjék a fejét. Oda nem fogom elengedni. És azt látod, hogy boldog, és lejár, és jó az edző, és jó a csapat, és egyszerűen valami olyat kezd el csinálni egy gyerek, amit te szívből nem akarsz, vagy azért. És az a gyerek 10 évesen, és tudod, ilyen elalakul az óra. Igen. Tört, most fogadtak be a többiek. De látod, hogy boldog, látod, hogy csillogó szemmel megy. Plusz hát lehet, hogy jó. Egy világbajnokot veszel el a világ Magyarországtól, hogyha nem engeded a gyerekedet. Uh-huh. Mert lehet, hogy jó lesz benne, nem? Tehát lehet, hogy a Benni világbajnok boxol. Soha nem lehet őket tudni, hogy a gyerekben tényleg mire illik. Mire illik. Na igen, azt írja, aki Bali, örülj neki, rokonok lesztek Zimány Lindával. Jó, na nézzük meg, hogy ez hallgatóinknál hogy volt, hogy mire jártatok, és végül mi lett belőletek, jó? Tehát, illetve... Igen, hogy milyen sportot kezdtetek el, és ahhoz képest most mit csináltok? Mennyire számít az, hogy az ember gyermekkorban mit csinál? Szerintem egyébként nagyon semennyire. Tehát ha tényleg 100-ból egy, aki valójában azt kezdi el, amit aztán tényleg utána versenyszerűen űz. Nem? De nézzük meg, hogy hallgatóink mire jártak, és aztán mi lett belőle, illetve ha van olyan család, ahol a gyermek rákattant valami olyan sportra, amiről azért ti szívetek szerint lebeszéltétek volna, írjátok meg, hogy mi volt az is, és hogy sikerült. Tényleg, amikor mint boxolni ment le a gyerek, és nem akartátok, hogy szétverjétek a fejét. De jó lenne, most belenézek, hogy nem egy kristálygömb, és látnád esetleg mondjuk a 30 éve később Benita, hogy ott áll már ilyen kis köldök aláérő pocakkal, Guinness-tett kóval egy kocsmába, és dobálják egymás után a dárcokat. De ő a világ legjobbja. Igen, vagy látnám egy nagy détári tetoválással a hátul meg egy kiprik, tehát kova. Döme. Kipu. Döme, kipu, diszl. Lóriás, nyíl. Júj, de szeretném. Nyíl. Júj, de nagyon szeretném.
Ah, de tényleg írjátok meg, jó? Hogy ti mit sportoltatok, és aztán mi lett a dologból? És hogy sikerült a gyereket lebeszélni arról, hogy ne azt az ominózus sportot üzze. 8:20 pontosan 3 perccel jövünk az SMS-ekkel a hírek után. Balotelli, érted? Balotelli. Yeah, nem. Érted? Balotelli. Érted? Az van, hogy érted? Tényleg a 9-es. Érted? Balotelli mezbe játszik a gyerek. Érted ezt? Mindjárt letépi magáról, és elkezd pózolni majd minden gól után, és körbe rohan, tudod, és megtámadja a szögletzászlót. Balotelli. Mutasd meg neki azt a videót, amin a Balotelli megpróbál felvenni egy ilyen kis mellénykét, amivel azt, figyelj, azt mutasd meg neki azt a 10 perces kínszenvedés, mire megtalálja, hogy hol kell bebújni, kibújni, már a segédedző megy oda hozzá, hogy segítsen neki, még mindig nem megy. Na azt megmutatod neki, és onnantól kezdve nem akar Balotelli lenni, mert látja, hogy az ember az sajnos retard. Igen. Na ez volt a másik doktor Ábám. Ismerős volt? Most már így, igen, megvan. Tehát a Best of-ról már 3 számot be tudtuk azorosítani. Jó, most már nem ott tovább, nem még talál egy nem lesz több. Na, ugye arról beszélgettünk, hogy mi van, az ember gyermeke olyan sportot választ, amit szülőként nem akar, nyilván nem feladatunk lebeszélni, meg hát félig meddig humoros a felvetés, csak az ember persze szeretné, hogy a gyermek valamit sportoljon, aztán néha egy-két gyerek hazállít, és valami egészen más mond, mint amit a szülő szeretne. De hát nem célunk a saját akaratunkat rá erőltetni a gyerekre, hanem igen, ezt el kell fogadni. Igen, persze, azért ne gondolja, hogy bármit sportolhat, de hát fontos, hogy a gyerek, ha jól érzi magát, hát rúgtánc, hát most ne állj az útjába. Mondd meg ezt a 12 éves Ricsikének, hogy a rúgtánc, vagy a Ricsike anyukájának. Mert ha még egy lány csinálja, az rendben van, de azért a 8 éves ödőkkel, aki rúgtáncolni akar, nem biztos, hogy jó. Na mindegy, szóval, hogy Balotelli mezben játszik a gyerek. És hát hallgatóink is írtak, hogy mit sportoltak, illetve most mit csinálnak. És van néhány hasonló helyzetben lévő szülő, akik hát szintén nem tudják, hogy mit csináljanak gyermekükkel. A lányomat mazsorettezni, néptáncolni szerettem volna látni óvis korában. Láttunk egy karate bemutatót, és ő azt mondta, hogy karatézni szeretne, azt hittem múló dolog, ennek 6 éve, 11 éves és világkupa győztes a korcsoportjában. Gratulálok. Hát ennél büszkébb nem is lehetnék rá, okos, törékeny kislány, ezt Kriszti küldte nekünk. Évekig boxoltam, majd ketrecharc, most balettozom. Ezt Mikey küldte. Igen. A zenére vonatkozóan még egy SMS, a tükörben láttam, hogy táncolnak a buszon az utasaim. Köszönjük szépen. Én gyerekként tornáztam, úsztam, lovagoltam, focistam, most felnőttként Xboxozom. Tamás. Xbox. Nagyon jó. Igen. Anyám balettozni hordott 4 évig, utáltam, mostanában gyúrni járok, ezt Zsó küldte nekünk. Egy cipőben járunk, a kisfiam 4 éves, minden a foci kikönyörögte, hogy járhasson edzésre, mert 3,5 évesen ő a legkisebb, de imádja. Mi sem ezt mutattuk neki, férjem például kosarazik, ez valonnan zsigerből jön szerintem. Kívülről ismeri az aranycsapatot, mindig őket kell nézni a YouTube-on. Múltkor kérdeztük, mit szeretne csinálni hétvégén, azt mondta, a legeslegjobban Puskás sírját megnézni. Hát mit van mit tenni? Magamtól én sem ezt a sportot választottam neki, de ha ennyire szereti, eszem ágába sincs lebeszélni. Puszi Andi. Gyerek mondjam, Puskás sírját megnézni. Nem, azért az kemény. Lovagolni jártam gyerekkoromban, most traktoros vagyok, de azért van 3 lovam. Szilárd küldte nekünk. Én sokáig úszó voltam, mára leginkább a gyulai várfürdő kénes vízire emlékszem, amiben kínszenvedés volt úszni egy versenyen. Üzente nekünk Zsolt. Balázs, a néptánc jobb lenne? Zoli kérdezi. Nem lenne rossz. Nem rossz egyébként a néptánc. Bár neked ugye van egy elég sarkos véleményed a néptáncról. Sőt, van, arról is van. Igen. A vérfertőzésről, tehát ez a kettő, amit ugye nem. Igen. Bari, nyugi, ha tényleg a te fiad nem lesz soha helyes sportoló. 5-ös! Júj! Apám karatéra hordott 8 évesen, hazafelé mindig a járdán kellett futnom, ő meg az autóval mellettem gurult. 5-6 kilométerre raktunk, 120 kiló vagyok, és utálom a sportokat. Nagyon, hát, szupi apukád van. Igen, mondjuk az fura a gyerek számára, hogy legalábbis előbb-utóbb leesik a tantusz, amikor apa nagyon-nagyon spanolja, csinál, csak éppen apán nem látszik, hogy bármit is csinált volna valaha. Vali, kérdezd meg az edzőt, hogy focizhat a gyerek teniszütővel a kezében, így könnyebb lesz elfogadni. Ezt István küldte nekünk, köszönjük szépen. Egyébként az jó lenne, nem? Ha hozzákötném a kezéhez, mehet focizni, de azért az nekem ott a kezedbe. Kicsit terelges néha a labdát. Hát akkor gyep hoki.
Na, figyelj, össze is jött ki megint, hallod? Ugye? De miért csak a gyepen vagy ez, hogy már gyakorlatilag bárhol tett, ahol kívánja a gyerek, egy idő után, úgyis ez lesz az elsőleges sport. ahol rájön, igen. Na, gyorsan egy kis közlekedés hír. Mi történik az M1-es, M7-es közös szakaszán? Az IKEA-tól áll mind az öt sáv. Hát, igen, a Viatorvágy, Osztyapenko 1 és 4 óra, ennyi. De most nem autómentes nap van ma, vagy mi van? Hát, te vagy egyedül az, aki otthon hagyta a kocsiját. Ezt köszönik neked a többiek, hogy egy pár helyet szabadon hagytál. De elméletileg az van, csak még sincs, látod. Mindenki úgy gondolkodott, hogy majd te otthon hagyod, meg még egy csomón, akkor én akkor meg nem kevesebben lesz. Igen. És tudom, az esőben előkerülő autók, hogy így még van. Többen vannak. Még így többen van. Vannak esőben. Hát, 45 perc jövök az M1-es, M7-es bevezető szakaszán, 500 métert tette meg, ekkora a dugó. Klassz utat, aki tud, kerüljön. Köszönjük szépen, hogy elküldtétek nekünk. A birkózáson nem gondolkodtál, hogy be kéne adni a Benit birkózni? Mert ezt mondtad, hogy egy kicsit cselgáncsozgatod. De olyan kis törékeny, lehet, hogy ráférne erősödni. Az mondjuk nem rossz. Torna, cselgáncs, birkózás, egy fiúnak ezek a legjobb. Ennél jobb mozgáskultúrát szerintem semmi nem ad. Igen. Meg fizikumot. Na játszunk egyet, itt van a játékosunk, Oven bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Oven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggel! Jó reggelt, szia! Hello, Bea, honnan hívtál minket? Hát Budapestről, itt vagyok az 5. kerületben. Mit csinálsz? Ülök éppen az autóban, és veletek fogok, ha igaz, most játszani. Ez így van. Ez tényleg igaz. A játék az életnek az egyik legfontosabb része. Így van. Meg vagyunk. Ez nagyon, nagyon szép mondat volt. Van gyermeked? Van, hogyne, 3. Atya Isten. És ők mit csinálnak? 3 lány. 3 lányod van? Igen, én vagyok a csicsonné, 3 lányom. Jó kedved van, már így reggel. Ez nekem tetszik. Sportolnak valamit? Hogyne, természetesen. Én magam is sportoltam gyerekkoromban. És te mit csináltál be? Én úsztam, kajakoztam, magyar bajnok voltam. Aztán autóversenyeztem. Tényleg? Úgyis magyar bajnok voltam. Azt a mindenit. És milyen kategória, vagy milyen autókkal mentetek? 1600 fölötti köbcentivel, a főtaxi versenyzői voltunk a volt férjemmel, a Kovács néven. Ezt imádom, Kovács, a főtaxi versenyzői. Hát ez már jó, hát ez már önmagában. Kovács is Kovács, kicsoda. Ja, bocsánat. A főtaxi versenyzői, 1600 köbcenti felett. Így van, és mi Fiat, Torinai Fiattal versenyeztünk, majd később egy BMW-vel. Azt, a betyár mindenit. Hát azt akkor te jól. A főtaxi adta a BMW-t, mi? Nem. Sajnos szabad időben így nem jött össze nekünk még a nagyon régen, hogy nem vagyok már csirke. Inkább öreg csirke vagyok, úgy mondom. És a gyerekek örökölték ezeket a technikai sportokat? Tehát autóversenyeznek, vagy motoroznak, vagy mit csinálnak? Igen, a legkisebbik lányom, aki most már 33 éves, Magyarország legeredményesebb női motoros versenyzője, gyorsági motoros versenyzője. Ez igen. A becsárját. Az nagyon jól hangzik. Hát és boldog, hogy örülsz neki, hogy ő ezt csinálja? Hát én úgy gondolom, mert nagyon kicsi volt még, amikor az első szava 4,5 hónaposan az volt, hogy motolj, dobtam is egy talpast, mert hogy én autóversenyzőként meglepődtem, hogy mi az, hogy motolj. Hát 1,5 évesen már motorozott is. Egy elektromos vespán. Korán kezdte a gyerek. Az igen. Na jó van. És ma is motorozik. Helyes. Mutatjuk, hogy mit csinál Oven bácsi Beru néni. Jó, figyelj. Köszönöm, figyelem. Ez még egyébként mindegy is. Na. Földerítés van. Repülnek. Repülésen vesznek részt. Kötelékrepülésen vesznek részt. Ez egy amerikai vígjáték lesz, amit ki kell találnod. Jó? Egy film. Itt vagy? Igen, itt vagyok. Na, figyelj. Amerikai vígjáték? Mikor? Modern? Na, nem, elég régi. Mutatjuk még egyszer, figyelj! Igen. Hú, ez egy ilyen hippi fiú, vagy mi volt a főszereplője? Egy ilyen nagyon vagány kinézetű. Mutatom talán... egy hosszabb részletet, hát a beugrik, figyelj! Igen. Ha ha ha!
Aha, de lehet, hogy rosszul fogom mondani. Nem baj, azt csak mondd. Austin Powers. Így van. Igen. Egyébként egészen szerethető. Szerethető igen, is. Igen, így a zene, igen, de kép el, azt hiszem, ha nem egészen az én korosztályomnak való. Na, ügyes vagy, kitaláltad. Megvan. Megvan az ajándékcsomag, be a ügyi vagy. Köszöntöm szépen. Jó, kinek adod, hogy mi lesz vele? Hát, én szerintem, ha Niki hazajön, ezt kapja meg tőlem meglepetésként, hogy én voltam nálatok a műsorban. Nagyon jó. Jó van. Küldjük neked, köszi a játékot. Köszönöm szépen, további jó munkát nektek. Ciao, köszönöm. Hello. Na, hogy tudta? Ez nagyon érdekes egyébként. Nagyon. A Mike Myers film. Igen, jó egyébként, tényleg jó film. Na, gyorsan még egy-két közlekedés. Azt mondja, hogy a Budaörsi utat aszfaltozzák, és a 4 sávból 1 lesz. Hát figyeljetek, én szombaton mentem arra, kifelé és befelé, és az embertelen, ami ott van, ugye teljesen átépítik ott az osztja, a valamikori osztjapenkó részét, és most már az van, hogy fölmarták az aszfaltot, és újra húzzák a régi helyeken is. Na de azt nem lehet a valahogy máshogy megcsinálni, mint hogy 4 sávot 1 sávra terelsz. Hát az nem létezik, hogy arra nincs valami megoldás. Biztos, hogy kéne, mondjuk a 2-esévet csinálnák, már azzal bejjebb lennének, és hát ez a felbontás egészen odáig van, amíg ugye a Petőfi híd felé menő sáv bekanyarodik jobbra. Mikor az azoknak gondolkozik, hogy ezt nem lehet megcsinálni, hogy reggel megcsinálod úgy, hogy a befelé jövő az átmessen a szembe sávba egy sáv erejéig, és délután pedig a kifelé jövő megy át a befelé jövő szembe sávjába. Meg lehet, csak és a szalakorlátbontás. Hát igen, de úgy csinálod meg a forgalmat, hogy ugye amikor megy sok ember befelé, átengeded, mikor hazafelé mennek, akkor pedig a szembe lévőbe engeded át. Lehet, hogy egy kicsit bonyolultabb, de egy 4 sávot kora reggel ráengedni 1 sávra, hát az másfél két óra, mire beérsz. Tehát az nonsense. De autópályáknál szokták ezt csinálni, amit te mondasz, és ott abszolút működik. Na igen. Na, hát drága budaörsiek, török bálintiak, érdiek, és mindenki, aki az M1-es, M7-esen jön, ez az oka, hogy aszfaltoznak, úgyhogy hát valahogy meneküljetek. Vagy próbáljátok kivárni. Ha azon túl vagytok, állítólag a Bakcsomóponnál már egészen jól lehet haladni. 5 perc, pontosan 8 óra, jövünk Ákos híre után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébren. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, 8 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Hello. Drága hallgatóink. Sziasztok. Egy jó kis Rihanna után megérkeztünk, és 9 óra után egy újabb mosógépet sorsolunk majd, mert hogy rengeteg használt mosógép dolgozik ebben az országban, és rengeteg mosógép szeretné saját magát lecseréltetni, úgyhogy... Bizony, a webmailünk gyakorlatilag lehalt. Ja, igen. Igen. Na, azt mondja, hogy M1-M7-es bevezetőn az M1-es és az M7-es elágazásáig áll a sor. A Budaörsi út előtt a bevezetőn egy sávra szűkül a 4 sáv, kerüljön, aki tud. Ezt Roszkó, vagy lehet ékezet nélkül, Röszkő küldte nekünk. Igen, Ike a Tesco 1 óra. Bármit kérhettek, összedobjuk, sokan vagyunk. Csináljátok valamit. Hát annyit tudunk tenni, hogy megkérdezzük, hogy meddig tart a betonozás. Igen. Jó? Hogy felhívunk valakit a közútkezelőtől, hogy mondja meg, hogy meddig kell káoszra számítani, hogy ha holnap mondjuk arra jönnétek, akkor tudjátok, hogy csak egy napos sávszűkítés, hogy ez most akkor tényleg napokig, vagy hetekig tart. Jó? Ebben tudunk segíteni. Jó. Hogy ha aszfaltozás, azt is megkérdezzük. Na, az amit? Mert hogy mondtad, hogy betonoznak. De lehet, hogy ez egy nagyon jó minőségű út lesz, és csinálnak neki betonalapot is. Bár mindegy, az van, a lényeg, valami kerüljön rá, hogy jó legyen. Ne legyen kátyút, ez a lényeg. Szóval igen, állítok, aszfaltozás zajlik, de meg tudjuk kérdezni, hogy meddig tart. Azt nézem, hogy ha 6-os is nehezen járható, araszolunk Értől befelé a Kampóna utánig. 2 autó koccant a Blaha előtt a keleti felől, ott is dugó van, ezt Östi küldte nekünk, köszönjük szépen.
Hát azért ez az autómentes nap, ez nem úgy sült el. Igen, hát, ez nem lett mentes. Mondom, nem biztos, mentes, hogy ez igen. van, hogy mindenki azt gondolta, hogy majd a másik autó helyett vonattal jön, én jöhetek nyugodtan kocsival. Igen. Hmm. Pedig azért ott hagyhatatok volna egy páran, hogyha most hallanak minket a kedves autósok, mert az, hogy ha már Balázs is ott hagyja az autóját, és képes arra, hogy bejöjjön vonattal, akiről azért közismert, hogy viszonylag nehezen mond le az autónak a kényelméről. Sosem hiányzott még ennyire az autó. Ott hagyhatjátok volna az autót. Hát ha nem létszükség lett. De egyébként ez egy hülyeség. Ez egy baromság. Melyik? Most akkor elmondom nektek, ez egy baromság. De mi az autómentes nap? Valaki neked, hogy ma autómentes nap vagy, akkor te kiszállsz a kocsit. Dehogy szállsz ki. Senki nem száll ki. Ez egy hülyeség. Ez baromság. Ez egy halva született ötlet. Ez nem működik. Te is ez nem kiszálltál. Mert én egy rádióműsorban vagyok műsorkészítő, és vicces, hogy én bejövök vonattal, meg ugye azt mondod, hogy úgyse jövök nem, be. Nem, mert van még benned valami jó azért. Igen. Nem, semmi jó nincs bennem. De rohadtul nem szállok ki az autóból, mert autómentes nap van. Mert ez egyszerűen nem, autósként ez nem érdekel. Nem érdekel. Mert aki ahhoz szokott, hogy reggel beül az autójába, és autóval megy, az nem száll ki az autóból azért, mert valaki valamikor kitalálja, hogy december 13-a vagy szeptember 23-a kedves autósok, autómentes nap, használjátok a tömegközlekedést, nem, az egy életforma. Az is életforma, hogy te bringázol, az is életforma, hogy te autóval mész, nem szállsz ki ezért az autóval, ez nem így működik. De én kiszállok, hát ha azt mondanak, hogy holnap villamosmentes nap lesz, akkor behozatnám és hazavitetném magamat. De azért, mert nem lenne más választásod. Mert nem tudnál lejönni dolgozni, vagy beülnél egy taxiba. De az autómentes napon nem szállok ki az autóból azért, mert autómentes nap van. Nem. Ha olyan helyen lakom, ahol sokat kell várni a tömegközlekedése, nem jó a tömegközlekedés, óránként egy busz. Nem, mert az autósok, azok reggel, mert viszed a gyereket, gondod van, problémád van, rohansz a munkahelyedre, és leszarod az autómentes napon. Tehát ez egy nap. Autómentes nap. De mit érek el vele, hogy autó? De mit érek el vele? Ezen az egy napon nem fulladnak meg a városban, mondjuk nem állnak. De mire lesz az jó? Tessék, te tegnap itt hajtod az autót? De most de hogy nem csak kérdezem. Csak hogy bocs. Csak hogy... Tessék! Most hát, hogy... Értem én. Azt hittem, hogy én kapok, és te kaptad a gyomra. Most ne arra gudj, de csak kérdezem. Hát ki ez az Alfa itt áll ezelőtt? Aha. Tegnap itt maradt. Nekem már tegnap autó beugrott. Nem azért kérdezem, csak hogy tényleg, ha már gondoltam, hogy ha legyen már hiteles az érvelés, csak hogy észrevettem az autót. Te szemen köpsz engem. Nem, hába döftelek, nem szemen köptelek, hába döftelek. Fogott egy bajonetet, és beleszúrt a hátadba. Most oda dörgölődsz mellé. Csak azért hogy oda dörgölődsz mellé. Hogy? Hogy betoltad idáig? Én is azért hát szálltam ki az autóból. Igen, itt hagytad tegnap, és ma bejöttél pókjárásba. És holnap is bejövök majd úgy. Nem, holnap nem jössz be, hogy kiegyenlítsed a számlát most. Jaj, aha. Aki autózik, és autóhoz szokott, az nem száll ki az autóból, vagy legalábbis 10-ből 1 kiszáll, 10-ből 9 ugyanúgy beül az autóba, és viszed a gyereket, dolgozol, ideges vagy, állsz a dugóba az M1-esen, és tényleg nem foglalkozol az autómentes nappal. Ez egy hülye ötlet, ez egy halva született ötlet. Hétvégén még esetleg az ember megcsinálja. Vasárnap autómentes nap, kerekezzünk, rollerezzünk, sétálsz a gyerekkel, le van zárva az Andrássy út, és azt kicsit élvezed, és autósként te is mondjuk birtokba veszed az Andrássy utat, és sétálsz egy nagyot. Ez tök jó. Ma belvárosban laknék, és lenne egy autómentes nap, lemennék a gyerekkel bringázni. De hogy kedden reggel valaki kitalálja nekem, várjál, hogy én szálljak ki az autómból, és menjek 4,5 órán keresztül tömegközlekedéssel, ez oltári nagy baromság. De hogy figyelj, most ott van az Instagramon, ott van a Facebookon, reggel beszéltünk róla, nyilván a Best Of-ban is benne lesz. Ma volt egy olyan katartikus élményed, ami konkrétan a tömegközlekedéshez kapcsolódik. Igen. És te magad mondtad el, hogy igenis működőképes, nem voltak sokan, jó volt, élvezted is tulajdonképpen a dolgot, kulturált, hogy nyugati volt, European trendy volt, 2015-ös volt, érted? Figyelj, teljesen rendben volt az egész, akkor miért nem? Akkor miért nem azzal jössz? Mert ahhoz ma 5 órakor el kellett jönnöm otthonról, el kellett mennem egy vasútállomásra, vasutaztam 20 percet, utána még jöttem volna metróval, hanem az embernek autója van, és megtehet, hogy autója van, akkor meg 5 óra 35-kor beülök az autóba, és 55-re itt vagyok. És egyedül vagyok, és úgy utazom, és közben nem tudom, mit csinálok, megregelizem, zenét hallgatok, és bent vagyok a munkahelyemen. No. Hát azért nem tud a kettő komfortot, érzetet összehasonlítani, vagy felcserélni. De egy új barátok, internetezhetsz közben, amit akarsz. De most komolyan. Ott meg ülsz, szorongva az autódba. Én annyira szorongok az autóba, hogy szörnyen szorongok, igen. Mert látod, mert a MÁV-val lehetett ma ingyen jönni. A BKV nem visz ingyen, hiába van forgalmi. De igen, vihetnének. Ülnék neki. Mindez a hülyeség. Itt látjuk a közlekedési hírekből, hogy ez egy baromság, aki ezt kitalálta. Az is baromság, hogy lehet az, hogy péntek reggel vagy kedd reggel aszfaltoznak.
Hát miért mikor aszfaltozzon? Délben. Egy órától. Na, kettő órától. Akkor meg két hétig. Kettő órától este 8 óráig, amikor a kifelé forgalom erős, és nem a befelé forgalom. De a kifelé kell négy sávot egy szávra, egy sávra terelni. Hát ez nonsense. Nem lehet megcsinálni valakivel, aki beszeretne érni az iskolába, hogy másfél órát jön egy 5 kilométeres szakaszon. Akkor azt éjszaka kell tényleg megcsinálni. Vagy délután kettőkor kell megcsinálni. Ilyen nincs, hogy négy sávot egy sávra terelsz. Hát ezt nem lehet megcsinálni emberekkel. Tényleg nem. Hát ha ott hagyták volna az autójukat, most kevesebb bosszankodó lenne ott. Na! Te mit ért? Megvett a MÁV? Vagy te mit akarsz itt? Már régóta! Te veled mi az Isten? Most érted? Ha még megvett volna. Te veled mit? Mondom, ha még megvett volna. Megvehető. Na, 7003 darab hamis óvszer találtak, állítólagosan, és hát a dologban nem ez a szörnyű, hanem, hogy egészségügyi problémák miatt több bajt is okozhattak a károsultaknak. A kérdés felmerül az, hogy egyébként milyen bajt, mert a legfontosabb baj az mondjuk az, hogy az embernek ne legyen gyereke, és az, hogy kikártalanítja ilyenkor az embereket. Ilyet, mi az, hogy hamis óvszer? Hogy hamisítanak egy óvszert? Hát azért ez egy komoly gépsor. Szerintem, hogy nem. Hogy óvszert gyárthass, hát azért oda az kell egy technológia, az nem úgy van, hogy pipából faragok én magam otthon egyet, egy hamisat, érte. Igen. Nem, valószínűleg az óvszer az jó, hanem a hamis jelzés, tehát hogy egy márkát adtak el úgy, hogy nem igen, volt eredeti. Nem volt eredeti. Igen, minőségű volt, mint mondjuk annak a márkának a termékei általában. Tehát, hogy rá volt írva, mit tudom én, hogy a szupervékony, vagy mit tudom én, szuperhücskös, vagy vaníliás illatú, ott nem az volt. Aha. 7003 darab hamis óvszer, a NAV egyébként elmondta, hogy ebből 5200-t kipróbáltak. Igen. Az ismeretlen körülmények közt előállított gumiobszerekkel a csalók a szakértő szerint komoly egészségügyi kockázatot is okozhattak. Latex allergia? Az a legkevesebb nyilván. Tehát, hogyha te használod és eredetinek gondolod, és elmész olyan helyre, ahol egyébként nem kellene, de azt gondolod, hogy vigyázz rád, a te legjobb barátod az óvszer, akkor ott lehet, hogy ugye nem vigyáz rád. Na most, ha csak a felét nézzük ennek, akkor 7000-ből az 3000, meg 3000 nem várt gyermek. Így van. 3000 betalált találat. 3000 találat? Így ha mondjuk van, a 7000-ből minden másodikat használták csak. Azért, őszintén szóval nekem nem volt benne részem, hál a jó Istennek, de azért képzeld el, amikor aktus végén azt veszed észre, hogy gyakorlatilag mint egy ilyen mint egy ilyen kiszakadt zokni. Ott van rajtad, a végén kiszakadva a gumi. Azért az milyen? Az igen, milyen és te azért abban használtad, a ugye, hogy igen. Ne történjen meg védekeztél. Az... Így van. Védekeztél és nem osztasz. Figyelj, ilyen esetben egyébként például a gyártót perelhetnéd? Hogyha mondjuk, mert hogy te rendeltetésszerűen használtad, annak elviekben semmi baja nem lehet. Most képzeld, hogy egy ilyen esetből fölött becsúszik egy nem várt gyerek. De most a hamis óvszernél ki melyik gyártót perled? Azt, aki a neve, akinek a neve rajta van? Hát nem tudod, azt tudod, ki gyártotta. Igen, tehát hogy gyártó tulajdonképpen nincs is, mert hogy az eredeti logó, hát, vagy az eredeti címke van rajta, nem tudsz nagyon. Akkor nem tudsz nagyon azt, aki forgalmazta, hát csak nem veszel a gumiobszert mondjuk kéz alatt. Ja, hallod, van 100 darab izéja. Ilyen nincs. Tehát így nem vásárol senki óvszert. Azt valahol te megvetted. Igen. Hát kérdés, hogy lehet hamis mondjuk azon kívül, hogy egy eredeti márkát használnak, nem tudom. De ugye hát itt még nem beszélve a betegségekről, amit ezért szintén ugye van egyfajta rizikófaktor. De nem is ilyen irányba akarjuk elvinni a dolgot, mert lefoglalta a NAV, tehát ez akcióban nem így került. Nem lepték el a benzinkutakat, meg tényleg nem került akcióba. Nem. Ingyen fogják odaadni gyereknapra. Lufinak. De egyre többször hallok olyat, amikor azt hallom, hogy egy éjszakás kalandokból a nő megtartja a gyereket. Lásd például a hamis óvszer, ahol ugye ez szinte megtörtént, hogy még neked te azt hiszed, hogy védekeztél, majd beállít a csajszi, hogy akkor ő megtartja. Aha. Megtartja a gyermeket. És téged is akar hozzá? Tehát ilyen formán zsarol? Vagy ő azt mondja, hogy oké, egy éjszakás kaland volt, de nekem a gyerek kell. Hát Balázst akarná, de ha engem kérdez. Akkor téged nem, azt meg is értem. Csak a gyerek. Ő is nagyon nehezen, de most már nem tudok mit csinálni. Igen. Megérkezik egy kicsi minimi. Nem rá emlékeztem. Ennyit ittam. Igen. Szóval, hogy azért ez egy életszerű helyzet, amikor, és tényleg sok ilyen van, amikor a nő azt mondja, hogy
mindegy, hogy meg akarod-e tartani, vagy nem, mindegy, hogy velem leszel le, vagy nem, én már pedig, nekem arra kellettél, hogy gyerekem legyen nekem. Tőled, egy éjszakás kaland volt, de megtartom a gyereket. Mit teszel ilyenkor férfiként? Hát sok esély, sok választásod nincs. Hát azt mondod, sok választásod nincs. Annyi van azért, hogy akkor azt mondod, hogy jó, de azért én szeretnék ott lenni a gyermekem mellett valamilyen szinten. Tehát nem feltétlenül akarok veled együtt élni, bár ez is ilyen hülyén hangzik, nem? Hogy csináltunk egy gyereket egy éjszakás kalandból, azért mi ne éljünk együtt, mert annyira nem szeretlek, csak jó volt egy estére a szex, de azért a gyerekemhez meg csak lehet férfiként is annyi közön, hát, nem? Hogy... Igen, de itt alapvetően az szokott lenni ugye a traumatikus pont, hogyha azt várja el tőled, hogy gondoskodjál is arról a gyerekről. Mert abban az esetben, hogyha neked azt mondja, mert ez egy nagyon szép gondolat volt, amit mondtál, mert igen, hogy ez arról szól, igen, csak ritka, hogy gondoskodni akarsz a gyerekedről. Te kíváncsi vagy rá, hogy milyen sorsa lesz annak a gyereknek, és akár becsúszott, akár nem, akár akartad, akár nem, mert van benned felelősség, tudod. De a legtöbb nő úgy van vele, hogy oké, már az ilyenek, és ettől kell szerintem tartani, hogy becsúszik a gyerek, és akkor azt is el is várja tőled, hogy utána pedig a gyereknek a nevelésében, felnevelésében. Egyébként a legtöbbször nem ezt hallott, hogy ő elvárja, hanem azt hallott, hogy ne fog foglalkozz velem, nem is kell semmit csinálni, de én a gyereket megtartom, kvázi kisajátítja. Aha. Tehát az már ritkább szerintem, aki azt mondja, hogy persze én megtartom, de még te adjál is valamit, hát aztán az a végletekig nem korrekt, hogy te nem akarod, én megtartom, de még fizess is. De szerinted az egyészakás kalandoknál mondjuk ilyen becsúszó gyereknél a férfit ez érdekli? Hát szerintem örül neki, hogyha nem kell neki semmit foglalkozni azzal a gyerekkel. Az, amit a Feri képvisel, szerintem nagyon-nagyon ritka. Általában azt mondják, hogy igen, meg akarod tartani? Tartsa. Szerintem ez nagyon nem így van. Hát de, hogyha te egy éjszakás kalandba mentél bele. Na de gondolj bele, hogy pont ez a lényeg. Hát azért rokkansz bele kicsit érzelmileg, meg lelkileg. Mert egy éjszakás kalandban, akit te nem érzel semmit, nem is szereted, nincsen semmi érzem, egyszer csak azt mondja, hogy szülök neked egy gyereket. Hát és az életed végéig összeköt a tudat egy olyan nővel, akit a büdös életben nem akartál többször látni. Hát erre pont nem azt mondod, hogy jóval szűd meg, és nem látlak többet. Hát pont belerokkansz, hogy lesz egy gyereked valakitől, akitől nem akarod, hogy gyereked legyen. Nem? Hát erre ti azt mondnátok, hogy oké, ez... szűld meg, nem, és ne lássunk többet. Hát, nem, ezt hát engem az zavarna, hogyha elvetetné. De az, hogy megtartja, az nem. Az, hogy lenne egy gyereked egy éjszakás kalandból, úgyhogy nem hát tudod, hogy ki az a nő, lefeküdtél vele. Hát donor voltál, de lesz, semmi de más, lesz egy gyereked. Hát de lesz egy gyereked, hát nem akarod, hogy legyen egy gyereked, nem? De hát nem az dermesztő. Hát aktív közreműködője vagy, de a nő már úgy ment vele abba a kapcsolatba, hogy ő egy gyereket szeretne, de téged nem akar hozzá. Hát egyrészt megvezetett, átvágott. Oké. Ő megtartott a gyereket, holott erről szó nem volt, és ezt nem közölte veled az első éjszak előtt, hogy figyelj, édesem, ha nem védekezünk, tudjál róla, hogy egyébként nem védekezem, és ha tervesek, megtartom más a gyerekfekvésre. Szerintem igen. Akkor azért lehet, hogy azt mondta, hogy nem mész el a déli pályaudvarig, és kiszállsz Kelenföldön. Nem? Tehát akkor azt mondta, akkor a jelszó ma estére Kelenföldön. Igen. De nem mondja el. Nem mondja el neked. Megtartja a gyereket, megszül, és azt mondta, hogy persze, neveljed nyugodtan, nem vagyok rá kíváncsi, de ezt csinálnátok. Nem mondjátok komolyan. Hát egy kicsit, de. Hát most neked olyan formán nincs hozzá között, de nem akartad ezt a történetet. Hát ha most én megbolondulnék. Hát most, hogy én annyira dühös lennék, hát hogy meg akar rendelni azt a nőt. Én is azt kérném, hogy hadd lássak rá legalább a gyerekemre. Vagy legalább papírozzátok le, hogy nincs hozzá közön, igen. Vagy pedig nem lesz később de semmiféle. Papírozd le, hogy nincs közöd a saját gyerekhez. Ez nem egy tuja, amit megveszel, vagy nem, ez egy gyerek. Hát de nem hát a te döntéssel. De úgy beszéltek erről, mint egy frangepániról, egy virágról. Hát ez egy gyerek lesz. Frangepáni? Nem, azért az komolyan. Jézus Isten, ez engem meglep. Hát nem, hát csak azt mondom, hogy benne vagy ebben a sztoriban, és így alakul a helyzet, és a nő nem kíváncsi rá, tehát te tényleg csak amiatt kellettél, mert a gyerek nemzéshez kell egy férfi, akkor utána mit csinálsz? Minden megtenik, hogy ne szülje meg. Minden. A biológiai apja vagy, de hogy ezen kívül egyébként... Biológiai de vagy. Ezen kívül semmi. Lenne egy gyereked, és azt mondja, van egy gyerekem, neveli valahol, mindegy, hogy néz ki, és nem látom. De így le tudnál erről mondani? Le. Ha, mondom, egyetlen egy dolog zavarna, az, hogyha elvetetné. Akkor, tehát abban nem mennék bele, hogy elvetetné, mert az életet ennél sokkal jobban tisztelem. De
abba simán belemennék, hogy ő egyedül nevelje fel a gyereket úgy. És nem érdekelne, hogy milyen a gyereket? Nem akarnád látni? Nem lennél ott a születése? Még oké, hogy egy éjszakás. Hát pont ez az ambivalens érzés a legdurvább. Nem kötődött. Pont ezért tudod elengedni. Pont ezért tudod elengedni a gyereket. Mi különbség van e közt, meg mondjuk a közt, hogy mondjuk én adok egy, eladok egy adagot a spermagalmokba. Hát az, hogy lefeküdtél egy nővel, és lett, azért volt valamilyen kapcsolat kettőtök között, és 9 hónap múlva felsír egy gyerek, aki egyszer csak meg fogja kérdezni, hogy hol az apa. Leadod a spermabankba a spermádat, nincs meg ugyanaz a kapcsolat, nem az más, beülte, és ugyanúgy 9 hónap múlva megszületik egy gyerek. Neked nem a gyerek miatt volt kapcsolatod ezzel a nővel, hanem a szex miatt. Na de az, hogy te spermát adsz, és titokban lesz gyereked, és ott nem volt szex, és nem volt semmilyen érzelmi töltet, és nem szeretkeztetek egyet, bement a nő a bankba, és használja a spermát, azért az más, mint azt mondja, hogy figyelj, írd alá, hogy lemondasz a gyerekről, és aláírod, lemondasz, és hát nevele, amikor, és nem jut eszembe sperma... 3 év, hogy úristen, ma 3 éves amikor a gyerek. Amikor a spermádat leadod, akkor ugyanezt írod nem. alá. Hát ez a nő a nem kíváncsi rá. A hímivar sejtjeit szétmennek a nem, nem az, hogy nem kíváncsi rá, megfogta a spermádat, és átvágott. Kihasználta, hogy öreg sperma nem vér sperma. és azt mondta, hogy én bebizonyítom, hogy a gyáraség potens. Átvágott, megvezetett, nem mondta előre, lefeküdtél vele, és bajos módon vagy megpróbál megfogni, vagy szül neked egy gyereket, vagy magának. Nem, igazából nem él vissza ezzel a dologgal, nem él vissza, nem zsarol engem később, nem akar tőlem pénzt, nem akar tőlem tartásdíjat, nem akar tőlem semmit, ő csak egy gyereket akart. Nem közli előre, akkor átvágott azzal, hogy te arra kellettél, hogy csinálj neki egy gyereket. Tehát ez egy baromi aljas dolog szerintem. Az ne csináltak, hogy megdúsz egy nőt, lesz egy gyereket, nem szólt, nem mondta, megtartja. Hát ez egy tökönző dolog. Hát, de nem avat bele, nem? De nem kér érte cserébe semmit. De nem csak a pénzről van itt szó, nem hát, lehet mindent forintosítani. De ez nem egy gyerek forintosítani. Cipő 3000 forint, az edzés 10 éves koráig 10000 forint, nem kér semmit, megúsztuk a nehezét. Ez okay. Van egy lelki oldala. Nekem, igen, de akkor zavarna ez a dolog, meg akkor esne rosszul, meg akkor fájna, hogyha én érzelmileg kötődnék ehhez a nőhöz. De nem kötődöm hozzá, csak egy éjszakás kaland volt. Persze, hát pont... Pont azért könnyű elengedni. A lazánya meg a csinzánó után. Persze, lazánya meg a csinzánó, hagyjál már meg, tiramisu, persze. Káposztát szövekedni meg. Jó, ez is volt a kocóból, meg lazánya meg a csinzánó, hagyjál már, persze. Meg alkoholmentesen a penniből. Ennétek egyet a penniből, valami ízé harudacskákat. Jó, most picit megpróbáltam egy kicsit ízélégy. Hol ettél egy csinzánót, meg tiramisut, meg ízé lazányét, hagyjál már. És egyébként meg a korrekt nő például, ha meg akarja tartani egy gyereket egy éjszakás kaland után, akkor szerintem meg nem jön oda hozzád. Nem. Figyelj, szerintem az aggályosabb az, hogy 9 hónappal később megjelenik, és azt mondja, hogy te vagy az apja, gondoskodj el róla. Na hát az aztán a legalja. Az a legalja, még csak nem is hoz téged döntési helyzetbe. Én nem tudom, én... Mert te túl jó ember vagy. Nem, túl jó ember. A nő az, aki túl gonosz ebben az esetben. Én bármit elkövetnék, komolyan mondom. Bármit, csak hogy lebeszéljem arról, hogy nem az abortusz mellett vagyok, hozzá. hanem hogy egyszer megbolondulnék a tudattól, hogy 9 hónap múlva van már egy fél éves gyerekem, egy egyéves gyerekem, nő valahol, nem látom, nem vagyok ott mellette. Te nem foghatom meg, hogy valamelyik képes bulvárban megjelenik 9 hét múlva egy vagy fotó, leszarom a bulvárt, nem ez. Amióta láttad a Schwarzeneggernek a Zabi gyerekét, a takarítónőtől, azóta rettextől. Hogy valaki egyszer beállít egy kis pulyával. A gyereked egymás mellett. Emlékszel az alakarosi táncreakció forgatásra 99-ben? Most már 16 igen, éves. Én vagyok a ruhatáros. Most már... Ne! Így van. Nézd meg, ő a te gyereked. Most emlékszel, már 100 forintot adtál borravalónak a budiban, pedig csak kis dolgod volt. De nézd meg a kis pulyát, milyen szép lett. 16 éves, most megy egyetemre. Hát a 16 évesen így beszél, akkor azért nagyon nagy a baj. Hú, nem tudom, elég érdekesen gondolkoztok erről. Azt hittem, hogy máshogy látjátok. Azt hittem, hogy jó fej vagytok. Az a gondolkodás, amit te képviselsz, hogy van egy egyészakás kaland. Nem. Várjál, csak hadd fejezzem be. Egy éjszakás kaland, és utána a nő jelentkezik, hogy gyermekek fog születni, de rád nem vagyok kíváncsi, nekem oké a gyerek, akkor te tűzön vízen át majd elveteted a gyereket. Azt nem ez a jó, de ez a fajta rideg érzelmi hozzáállás, ahogy nem rideg. Írjuk alá, hogy nem kerül semmibe, és lemondunk
róla, hát ez szörnyen anyagias gondolkodás. Így van, inkább írjuk alá, hogy vetesse el azonnal. Hol a papír az, hogy nem kerül semmi, nem kell gyerektartást fizetni, akkor vidd innen a kis puját meg, akkor tesed el, de azt hittem, hogy ennél azért mélyebb megváltom. Nem, mert nekünk pont nem a pénz. Mert ő tudja a kötelességét, érted? Ő olyan, mint egy Eddard Stark, érted? A Havas Balázssal is ugyanúgy törődne a saját kis Zabi gyerekével, mint az édes fiával. Mint Bennyvel és Noellel. És ott lenne a kis Havas Balázs. A kis fattyú, a kis Zabi gyerek. Érted? De vel is ugyanúgy törődne. Ugyanis megadná. Úgyis megadná neki azt, amit a többiek is megadnak. Én szerintem azt mondom, hogy rohadék az a nő, jó, aki ezt megcsinálja. Jó, a 9-es mezt nem hordhatná. Az gyerekek, az egy közös döntés. Az egy közös döntés, ha Palit te kiasználod és hagyod, hogy ez a dolog megtörténjen, nem szólsz neki, hogy gyógyszercet megtartod, átvágod. Palik az... még nem tudnak szülni. Az akkor is egy rohadék dolog. Na, rengeteg SMS. Írjanak nekünk olyan pasik, akiket akár így megvezettek, én így hívom, akkor is, ha bejelenti, akkor is, ha nem. Illetve nők, esetleg hát találunk egy olyan nőt, aki elmondja, hogy igen, nekem egy éjszakás volt, nem kellett a Pali, de megtartottam, és nem érdekel, hogy a Pali mit gondol, és nem érdekel, hogy a világ mit gondol, és azóta boldogok vagyunk a kis Karcskával, vagy kis Gáborkával, vagy mindegy, hogy hívják. Tényleg érdekel egyébként egy nő is ebben a témában, annak örülnénk a legjobban, ha lenne női megszólalónk, aki elmondja, hogy igen, volt egy éjszakás kalandom, szültem egy gyereket. Azóta se láttam a Palit. De megtartottam, mert féltem, hogy kifutok a korból, vagy mert a pasi tetszett, és tőle akartam gyereket, vagy kinéztem magamnak egy szexre, jó pasi volt, és tudtam, hogy ő lesz a gyerekeim apja, úgyhogy utána elengedtem a kezét. Na, és akkor ezzel nem tudsz mit kezdeni, hogy bevállalja azt, hogy így kell neki a gyerek, úgy, hogy nincs apja hozzá, és akkor az apának kéne itt most nagyon ütni az asztalt, hogy már pedig ez a gyerek az enyém. Nem tudom, ez egy nehéz kérdés. Hát te meg elengeded, na. Azt kérdezi valaki, Balázs, az istenes gyerek nem a te tévedésed? Fiatal voltam, még tisztelt bíróság. 17 éves voltam, és a muszáj volt. A Zalaszentgróti táncér akcióforgatás. Ne haragudjatok. Nem tudtam róla. Egy ilyen szakás volt. Nem szólt. 9 volt, 1 perccel várjuk az SMS-eket. Jó, hát ha lesz női megszólalom. Kíváncsi vagyok, hogy mit mondanak erről a nők. Jövünk Ákos hírei után. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival itt a Klassz FM-en. 3:49 lesz pontosan 4 perc múlva. Egy érdekes témával foglalkozunk, az egyészakas kalandokról beszélgettünk, és arról, hogy hát mi van abban a helyzetben, mit lehet tenni, hogy mit csinál egy pasi, egy nővel. Ha a nő meg akarja tartani a gyermeket, ami az egyészakás kaland után születne, a pasi nem akarja. Mi van, ha szólan, mi van, ha egyáltalán nem szól? Mit tudsz tenni te pasiként, egyáltalán ki a hibás? Ugye ez egy érdekes felvetés. Már ugye maga a kezdet érdekes, hogy alakul az egy éjszakás kapcsolat úgy, hogy a nő akarja ezt a gyereket. Tehát azért jön össze valakivel egy éjszakás kalandra, mert neki kell egy gyerek. Van ilyen. Aki azt mondja, hogy most már benne vagyok a korban, igen, nekem nem kell pasi. Igen. Hogy ekkor mit csinál? Szól vagy nem szól a hapsinak? Mert ha ő így megy bele, hát akkor ne szóljon. Nem szól. De mégiscsak kiderült. Akkor te hapsi, te hibáztatható vagy azért, hogy nem ütöd az asztalt, hogy már pedig nekem nem lett gyerekem. Hát figyelj, hogy nem, azért vagy hibáztatható, hogy nem védekeztél. De várj, azt mondja, azért mondja vagy hülye, mert nem védekeztek. Azt mondja, hogy gyógyszert szedek. Te csak azt mondja, hogy gyógyszert szedek. Na. És mondjuk ismered, volt velem két randid, tiszta ápolt, és azt mondta, hogy védekezzünk? Nem védekezzünk, gyógyszert szedek. Na? Tehát azért az sem teljesen egyértelmű, hogy ha egy éjszakás kalandod van, vagy valakivel egyet szexelsz, amiből aztán még nem is tudod, hogy egy éjszaka vagy nem egy éjszaka, itt nagyon sokan mondják, hogy óvszer. De az, hogy gyógyszert szed, ismered az előéletét, nem egy diszkóba jöttetek össze, és neki támasztottad a WC-be a pultnak, hanem mondjuk egy munkáján dolgoztok. Aha. De aztán ő már eltervezi előre, hogy egy éjszakára kell, ezt neki nem lesz belőle több, mert mondjuk valami nem úgy sikerül, de azt mondja, hogy gyógyszert szed. Tehát azért ennek vannak árnyalatai. Szerintem nem lehet egyértelműen azt mondani, hogy aki egy éjszakára jön össze, és nem használ óvszert, akkor a Pali is megérdemli. Ennél ez bonyolultabb szerintem, meg összetettebb. Nem? Hát akkor át vagy vágva. Hát ha azt mondja, hogy gyógyszert szed, akkor át vagy vágva. Itt van egy hallgatónk, Zoli. Hello, Zoli, jó reggelt! Hello, sziasztok! Hello. Na, veled mi történt, Zoli? Hát, velem ugye ez a szituáció történt meg. 20 évvel ezelőtt körülbelül, és ugye megtörtént ez a kaland, ez az egy éjszakás kaland, és akkor 12 hét után jelentkezett a hölgy, hogy ő neki problémája van. Kérdeztem tőle, hogy mi, és akkor elmondta, hogy hát terhes, valószínű, hogy tőlem, és már nem lehet elvetetni, mert ugye nekem ez volt az első reakcióm,
18 évesen, hogy hát akkor valamit csináljunk, mert én nem akarok még. 18 éves voltál. Aha. Így van. Hány éves volt a lány? 20 éves volt. 20 éves volt. Aha. És azt tudod, miért akarta megtartani, hogy kinézett magának, vagy 20 évesen még azért ez nem annyira jellemző. Később bevallotta nekem, hogy én tőlem akart gyereket, mert ezzel akart megfogni. Aha. Hogy ezzel akart megfogni. Igen, aha. Hogy ezzel akart megfogni. Hogy akkor vele maradsz, vagy elveszed feleségül, és akkor együtt maradtok. Így van, ez volt fel. Aha. Most mennyi idős vagy? Én most 37. Tehát akkor nagyjából egy 19 éves gyereked van most, jelen pillanatban? Így van, júni volt, születésnapja. Hogy tartjátok a kapcsolatot, vagy találkozol vele? Nem. 18 éve nem is láttam. 18 éve nem is láttad. És ez milyen érzés? Hát, megmondom őszintén, nem nagyon érdekel. Nem nagyon érdekel? Nem nagyon érdekel, mert én nem akartam ezt a dolgot, úgyhogy úgy éreztem nagyon, hogy engem ezzel rátettek nagyon. Hát igen, itt hogy a dolgot ugye nyilván nehéz ketté válsz, én nem voltam ilyen helyzetben, hát ezt sokkal jobban tudod, hogy a nőre haragszol, a nőt utálod, gyűlölöd, hogy ezt megteszi veled, és nem azért, mert te a gyereket el akarod vetetni, hanem mert azt gondolod, hogy ez közös döntés kell, hogy legyen. Közben a legutáltabb nőtől, akivé válik, ugye mégiscsak születik egy gyerek, aki azért hát nyilván a tiéd is, és a te részed is, és soha nem is volt igényed, vagy érzésed az irányba, hogy keresd, megnézd, hogy néz ki, találkozz vele. De úgy születésnapja környékén, úgy december jut azért, de nincs meg bennem az inger, hogy most fejlesz rohannak és fölkeressem, hogy én vagyok az apát. Valahogy ez nincs. És az anyjának vannak elvárásai, vagy voltak elvárásai veled szemben? Hogy vett ki a részedet a gyerek neveléséből? Persze, összeköltözés ilyen, 18 évesen nevet volt. Igen, vágya, megmondom őszintén. Hát meg utána azzal már nehéz is, aki azt mondja, azért tartom meg a gyereket, hogy megtartsalak. És is vallott egyébként, hogy neki ez volt a terve, hogy én tőlem a gyereket, és akkor ezzel akart megfogni. Igen. Most 37 éves vagyok, van egy 4 éves kislányom, őt nagyon szerettem volna, lett is, és őt nagyon szeretem. Úgyhogy ez érzés, ez... Ezért ez egy kemény élethelyzet, amikor az embernek gyerekként lesz szinte gyereke egy másik nőtől, aki szintén majdnem hogy gyerek, és közben ezzel zsarolja, és ebbe belemegy, igen, és az egész életeden keresztül viszed ezt a dolgot. Azért nem egy egyszerű helyzet. Zoli, köszi, hogy elmondtad. Nincs mit. Ciao. Sziasztok. Hello. Bali, ne idegesíts fel a Ferit, mert rá fog pippantani. Hát azt még azért nem. Még nem, de decemberig reméljük legalább egyszer. Azt mondja, hogy 3 hónapos ismertség után lett terhes a nő, pont szakítani akartunk, hogy nem illünk egymáshoz, nem tudtam lebeszélni a gyerekről, szét is mentünk. Most újra együtt vagyunk, hogy legalább lássam a gyerekemet, de se érzelem, se szex. Te mit csinálnál? 4 hónapos a gyermek, nem, nehéz ez az életforma, nem írom alá. Jók vagytok, kaptuk SMS-ben. Vagy a gyerek, de az is, hogy gyerek miatt együtt maradsz valakivel, annak sincs értelme. Nyilván annak sincs értelme, hogy belenyomorodszott egy kapcsolatban, nincs szex, nem érzel iránta semmit, és a gyereknek nagy kollektíve hazudtok valamit, hogy ti egy pár vagytok, az a gyerek pont 3 évesen veszi le, hogy ez hazugság. Tehát ez sem egy jó megoldás nyilván. Ex-pasim a volt feleségével lombikoztak, született egy fiúk. A többi megtermékenyített petesejt le lett fagyasztva, miután elváltak, a feleség úgy döntött, hogy beülteti őket, amik meg is tett. Egyszerre voltunk terhesek ugyanattól a pasitól, én természetes úton ő lombikokkal, ha nem velem történik, el sem hiszem, hogy van ilyen. Nonsense, ezt Kriszti küldte nekünk. Az azért az milyen, nem? De volt felesége, miután szétmennek, akkor... Kérni. Én nem tudom, hogy ennek nincs valami jogi háttere. Igen. Az azért két ember. Mondjad, Anna. Hát egy pillanatra bejöttem hozzátok, sziasztok. Nagyon sok férfi emberrel beszéltem. Nem nagyon akarnak adásba kerülni, mert azért ez nem egy olyan élethelyzet szerintem, amit így szeretnének a nagy nyilvánosság előtt bevallani, mert nagyon sokan titkolják ugye ezt a dolgot, tehát hogy van gyerek, de rettenetes sorsok. Már a pasik szégyelik, hogy egy nőtől, hogy egy éjszakás kalandból hát, lett gyerek. Igen, hogy így megvezették őket. Igen, és nem, egyik se tud mit csinálni, tehát van, akit már idős fejjel, 37 éves volt, amikor egyszer csak megjelent a barátnője, hogy 6. hónapban volt, hogy hát szépen kerekedik a has, és az utolsó. Nem vett észre, mert 3 hónap után szakítottak. Ja, hogy szakítottak. Igen, én majd utána megjelent. Mind akarnak valamit.
Tehát, legtöbb, igen. Igen. Ők nem ez a tervesnek, és aztán lelépnek, mert a gyerek kellett neki kategória, nem vagy meg akarták fogni a férfit valamilyen szempontból, el akarták, vagy ki akarták tartatni magukat. Így van, pontosan, akkor fenyegetőzik a család, bíróság van, fenyegetőzik a leendő anyós lett volna, tehát ugye ő fenyegetőzik, szóval rettenetes sztorik, meg hogy hogyan is estek teherbe ezek a hölgyek, olyan is azért, szóval nagyon... Kemény, ez egy érdekes nagyon téma. Nagyon érdekes téma. Nagyon-nagyon sokan szóltak hozzá, csak adásban nem nagyon szeretnének. Aha. Azt írja, hogy hallgatunk, igen, pont így szedett rá egy nő, a 12. héten mondta meg, hogy terhes, és már nem lehet elvetetni. Belebeszéltünk. Igen. 15 éve fizetünk tartásdíjat egy éjszaka miatt, ráadásul ő azt mondja, hogy kiszúrta az óvszert, szülés óta nincs kapcsolatom velük, és nem is vagyok egy kaszanova. Írja egy hallgató. Azt mondja, hogy Bali, jó magam, egy egyészakás kalandból születtem, és sosem zavart, hogy nem ismertem a vérszerinti apámat. 6 éves koromig a nevelőapám sem volt, mégis jól megvagyok, és sose akartam megkeresni az igazit. Anyum sem kereste az illetőt, sőt, azt sem tudja az úr, hogy létezem. Steel írta nekünk. Na, ez korrekt, ha lehet ilyet mondani. Ez szimpi. Ezt mondtad, hogy nekem kell egy gyerek. Igen. Apád békén hagytam. Ez a legusztustalanabb húzás egy nőtől, de Balázsnak adok igazat abban, hogy a gyerek nem tehet semmiről, és egy apa-gyerek kapcsolatát nem egy apa-gyerek kapcsolatnak nem a nőtől kell függenie. De nincs apa-gyerek, tehát ez nem apa-gyerek kapcsolat, annak ki kell alakulni. Te biológiailag apa vagy, de az nem jelenti. Igen, az egy érzelmi kötődés. Igen, az érzelmi kötődés, ez nem azért van, mert az én hímivarsejtemből van a Panna, meg a Soma, hanem azért, mert velük vagyok 6 éve. Nem, szerintem ezt arra írja, hogy nincs köze a nősz, hogy ti azt mondtátok, hogyha nincs érzelmi kapcsolatom a nővel, nem érdekel a gyerek. Tehát annál jobban érdekel a gyerek, minél inkább ragaszkodsz a nőhöz. Érted? Mert a Jani azt mondta, hogy ha nem érdekel a nő, és nincs olyan kapcsolat, nincs, akkor a gyerek se érdekel. Kérdezem én, hogy ha viszont nagyon szereted a nőt, akkor nagyon érdekel a gyerek. Ha nem szereted, nem érdekel a gyerek. Tehát az anya-apa viszony határozza igen. meg, hogy neked milyen a gyerekkel. Igen, az érzelmi kötődés az rengeteget számít. De hát az a gyerek az nulla lappal jön. Hát attól még te szeretheted a gyereket, mert a nő irán nem érzel semmit. Nagyon szeretett nő gyerekét, nagyon szeretett, kevésbé szeretett nő gyerekét, kevésbé szereted ez a analógia alapján. Hát nem akarok ilyen patetikus dolgokat mondani, meg én picit álságosnak is hangzik, de hogy mégiscsak, tehát hogy ha a szerelmeteknek a gyümölcse az a gyermek, tehát hogy mind a ketten szerettitek egymást, még ha becsúszott akkor is, azért akkor annál, amiatt közé kell kötődnék a gyerekhez, mert hogy az a nő szülte nekem, akit szeretek. Én például nem, én abszolút nem így gondolom. Tehát, hogy nekem lenne gyerekem, én tökre kötődnék hozzá, ha dühös lennék a nőre nagyon, haragudnék rá az egész világra, de a gyereket akkor is nagyon szeretném. Fura, nehéz lenne szeretni, hogy közben ott áll az anya mögötte, akit gyűlölök. Tényleg, hogy ezt megcsinálta, de a gyerek érzelmi viszonyrendszerét nem a nőtől tenném függővé. Tehát nekem annál az egy erősebb érzelmi kötet. De mit csinálsz? Akkor még nem semmit, akarsz szenvedsz. Együtt élni? Na. Szenvedsz. Hát semmit. Nagyon rossz hozzáállás, főleg a Balázsi, aki hisz egy vadidegen nőnek és gumi nélkül szexel, az a férfi pont ugyanolyan hibás. Egy büdös szava nem lehet, ha beállít a nő egy gyerekkel az aktusnál, miért nem gondolkozott. Gumit húzni sokkal egyszerűbb, mint egy abortusz. Ezt Rita küldte nekünk, köszönjük szépen. A Kovács Lázárnak volt ilyen története, nem? Ugye? Igen. Hogy ott jött hosszú hónapokig boncolgatta ezt a bulvár. Ez egy kemény sztori volt. Igen. Igen, és gyakorlatilag egyikük sem jött ki jól belőle, mert az exit is, meg a Lázárt is gyakorlatilag a végén már megkurszoltak, mert hogy gyakorlatilag két része szakadt az ország. Igen. Ennek adott igazat a másik van. Szegény, én ott csak a gyereket sajnáltam, leginkább. Ez egyértelmű. Na jó, hát ez nem egy egyszerű téma, nyilván sokan sokféleképpen látjuk ezt a dolgot, de érdekes erről beszélni. Érdekes erről beszélni, meg kell is. De a NAV megóvott minket most ettől, mert lefoglalta a hamis gumiófszert, úgyhogy nincs veszély. Nincs veszély. Egy korlátozott felhasználással duplán ajánlja. Igen, játszunk egy hármasugrás, már is egy hallgatónkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Ádám, halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello, Ádám, honnan hívtál minket? Hát én most úton vagyok Szolnok és Békés Csaba között. Szolnok, Békés Csaba. Mit csinálsz? Mit szállítasz? Nem szállítok, én fagyasztott zöldséget forgalmazó cégnél dolgozom, és mint értékesítő dolgozom. És akkor mész és próbálod a terméket eladni termék nélkül? Így van, tehát, így van. Mielőtt kiolvad. Én tárgyalok, így van. Tárgyal. Mielőtt kiolvad. Hogy vegyen fagyasztott tököt, borsót, sokat, mert finom. Így van. Pontosan. Van tököm, gratulálok. Mondja valamit, ami nekem nincs. Igen, borsó, mit van. Az már sokkal jobban érdekel. Milyenek a kérdések, Jani? Nehezek. Nehezek. Na végre. Kemény vagy egy kicsit. Szeretem. Mehetünk? Mehetünk, igen, figyelek. Így szól az első kérdés. Naprendszerünk melyik bolygója kapta a nevét a vizek és tengerek római istenéről?
Neptun. És tudja. És tudja, és tudja, és tudja, Neptunusz, így van. Jó van. Mehetünk tovább? Persze. Így szól a második kérdés, baseball sapkáért. Ki játssza az éhezők viadala filmekben Snow elnököt, a Kapitólium vezetőjét? Azt a betyárt. Hát ezt vagy láttad, vagy nem, igen. Azt mondja, egy pillanat, hú. Miért kell hát ilyen kérdést föltenni? Ez egy blockbuster felé, egy nagyon népszerű film. Oké. Okay. Ha, igen, ez most hogy? Internet? Nem, csak így visszaemlékeztem az IMDb-s emlékekre. IMDb-s emlékek. Hát egy pillanattal előbb mondod, akkor megvan, Donald Sutherland volt. Igen, azért, mert azért azt nem mondhatjuk, hogy ez egy rétegfilm, és hogy egy viszonylag kevéssé ismert színész játsza. Ez igen. Egy rétegfilm. Annak a rétegnek, aki réteg látta film, ezt a filmet, film, érted? Igen, rétegfilm. Réteg az a réteg, aki nem látta, az például nem tudja. És tényleg művészfilmes. Nem dohányzik egy napja. Hagyjad, ja, nem dohányzik én sem. Biztos, hogy még egy ilyen mondatod van, és beleverem a fejedet a pultba. Biztos vagyok benne. És ez nem agresszivitás. Gyújts, csak gyújts rá egy cigire. Szokjál le, túrjuk le Balázs haját, de egyébként Balázs, neked meg azt mondom, hogy kérd azt, hogy ha Feri veszít, akkor ő is túrja le. Tehát, hogy akkor egy-egy. Meglátjuk. Ja, Feri Janinak adta ki, hogy gondoskodjon arról, hogy mi legyen az ellenfogadás. A Janira bízta, hogy szerintem jó. Megvan már. Igen. Nem fogsz rosszul járni, te sem. Ádám, köszi a játékot, elbúcsúzunk. Jó? Ciao. Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Írjátok meg, mi a helyzet az M1-es, M7-es bevezetője, jó? Ott álltok-e még a dugóban, mekkora a szívás? Hát látom, óriási. Budaörsön lehetetlen bejutni, áll a Budaörsi út, az Egér út, a Reptér melletti út, aki tud. Kerüljön a 7-es úton a sor vége Budafokon, a Selkútnál, Tóvárosig 20 perc, a 800 méteres út. Atyaisten! M1-es, M7-es bevezetőn az autópályák szétválásáig áll a sor, agyrém, és Kamaraerdő elejétől Kelenföldig áll, Diós Kelenföld 60 perc, ennyit az autómentes napról. Dóri küldte nekünk. Ezt nem is értem komolyan, ezt az aszfaltozást. 5 perc, pontosan 9 óra jövünk Ákos hírei után. Kedv van? Úgy tűnik. Jön a Juli. Juli. Jön Júlcsi, és van nekünk valami izgalmasat. Vele folytatjuk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk és folytatjuk. Rajta vagyunk az ügyön, nem hagyunk senkit cserben. Senkit. Drága autósok, kitartás, nem sokára megtudjuk, hogy meddig aszfaltoznak még. Jó, az M1-es, M7-es közös bevezetőjén mi a helyzet? Holnap is aszfaltoznak-e, mert akkor lehet, hogy holnap már erre fel tudtok készülni, és kerültök, bár ha senki nem megy arra, akkor a kerülőt, akkor lesz dugó. Vagy tudtok vonattal jönni. Igen. Látszik, hogy nem autózol. Annyira látszik, hogy nem autózol. Vagy tudtok vonattal jönni. Reális, igen, hogy vonattal. Az autósok átüljenek vonatra, ebben nem nagyon viszek. De... mindjárt utána járunk, és megkérdezzük, hogy meddig tart az aszfaltozás. Általában tegnap délután kezdték, ma reggel írta nekünk egy hallgató, hogy már befejezték azért, hogy az autósok átvehessék és használhassák. Hát akkor viszont marha gyorsak voltak. Gyorsak voltak, igen, akkor lehet, hogy holnap már minden oké lesz. Reméljük, hogy megkötött már az aszfalt. Teljesen elesett Buda M7-es felüli része, az összes kerülő út is áll, hangsúlyozzátok, hogy erre senki ne jöjjön. Gábor írta nekünk, Török Bálintról a Budapest tábláig 2 óráig tartott az út a pályán. Helyenként percekig álltunk, most már lassan, de araszolunk, Enci üzente nekünk. Gépisz utca környéke, az Egér után katasztrófa, ez a 11. kerület, nem tudni miért, mert utána befelé szinte senki nincs. Kis Joe írta nekünk. Budaörsről lehetetlen átjutni, Budaörsi út, Egér út, Reptér melletti út, teljesen beállt, aki tud, kerüljön. Aztán M1-es, M7-es bevezető, ezt mondtam, oké, Kamaraerdő elejétől Kelenföldig áll, Dióst Kelenföld 60 perc, és nincs is nagyon más SMS, minden erre vonatkozik a mai napom. Autómentes napon a busz is a dugóban áll az M7-esen. Akkor megértek? Kérdezi valaki. Mozaik utcától áll a budai alsó rakpart, és ránézésre holnap vége az aszfaltozásnak, mert az utolsó métereknél járnak, valószínűleg éjszaka csinálták, tegnap még csak felmarva volt. Igen, ez igaz, olyannyira, hogy egy ott dolgozó hallgatónk egyébként meg is írta és kért, hogy olvassuk be az SMS-ét, hogy...
tegnap délután 5-kor kezdtük, és most fejeztük be, csak azért, hogy a népnek jó legyen. Remélem, ezt is beolvassátok, nem csak a kifogásokat, írja Baxi. Baxi, ez nem kifogás egyébként, ha több 10 000 ember áll a dugóban, és 2 óra alatt teszi meg azt az utat, amit egyébként megtesz 15-20 perc alatt, és elkésik a gyerek az iskolából, az óvodából, a munkahelyről, üvölt a főnök, hogy hol vagy. Az nem kifogás, nyilván az autósok szeretnék tudni, hogy miért állnak 2 órája az úton, de értjük az aszfaltozást, köszönjük, hogy megírtad, ez jó, holnap akkor már valószínűleg minden rendben és lesz. És ez egyébként tök szimpatikus, amikor azok is jeleznek felénk, akik egyébként a munkát végeznek. Igen, ez jó, hát azért vagyunk, hogy minden információ átmenjen rajtunk, ha valaki bajban van. Az is, ha valaki közben áll a dugóban 2 órát, nyilván tőlünk kérdezi meg, hogy tudunk-e valamit, Anna. Itt vagyok, információval jöttem. Egy percben, tessék. Beszéltem Marcin Bencével, ő a Magyar Közút kommunikációs osztályvezetőjével. Na, sajnos nem ér rá, de tájékoztatott, hiszen informálják a hallgatóinkat, hogy november végéig tart a felújítás, kitartás. Ez egy biztonságtechnikai beruházás, és betonelemeket helyeznek el az autópályán, ezért van. Tehát november vége. Na de várjál, de november végéig lesz most. Igen. Beszélünk, szerintem. Ez az M1-M7, ami M1-es most írtak maga az. A felújítás. Igen, azt kérdeznek, hogy az aszfaltozás, amikor 4 sávról 1 sávra szűkül, és több 10 000 ember egyszer csak megérkezik 1 sávra, a teljes agglomeráció 4 sávról 1 sávra, az meddig tart, mert állítólag ma annak vége. Maga a Budaörsi út felújítása az zajlik, de ott azért lehet haladni. Ja. Ez a mai aszfalt. Igen. Bocsánat, ez a betonelem, amit a betonelem az, ahol szétválik az M1-M7, az aszfaltozás, amit Balázs mond, az meg már az Osztyapenko. Nem tud most velünk sajnos, de mondott egy oldalt, mint meg fogok nézni. A különleges tudakozó. Nem, 18-ban. Dolog, és azt rögtön, igen, megnézzük, hogy mi van, és akkor. Jó, megnézzétek, hogy akkor lesz-e holnap. Csak mondom, gyorsan beszadom. De köszönjük a főfelelős izé úrnak. Igen. Nagyon köszönjük. Marcin, igen. Bence. Ja. Bence. Köszönjük, Bence. Köszönjük. Hol a Juli? Van egy ilyen nevű kolléganünk. Juli. Csak egy mondat alatt. Juli. Akár. Juli keményen, vagy Juli jól keményen oda szól. Juli, oda vágod. Juli. Emberek hátrám szólnak. Na, várjál, még nincs hangod, mert még van, keressük a kis effektélet. Itt van, megjött hozzánk Juli. Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya. A feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Jó reggelt, sziasztok fiúk, húzóság! Trécselsz ott kint? Igen, kicsit beszélgettünk. Mit tudnak ilyenkor a csajok ennyire megbeszélni? Hát szerinted bármit. Együtt járunk WC-re, shoppingolni. Sok-sok rejtély. Egy csomó megbeszélni valónk van. Igen? Aha. Pasi, ügyek? Aha. Tényleg? Nem, de hogy. Nem? De nem, Viki vagy a te pasi ügyeid, mert az egyikben érintett Nem, pasi ügyek, nem. Beszélgettünk arról, hogy szét van bombázva az udvarunk, de egyébként ezen kívül minden rendben. Te halálosan fölösleges ilyen női csacsogás, nem? Amit egy pasi miért? Perc. De miért halálosan mert felesleges? Semmilyen információt nem adtok át. Álljunk némán egymás mellett. Semmilyen információt nem adtok át. Te semmi, csak egy ilyen hallgattam, és hajam kihullik 10 másodperc után, és el akarok onnan menekülni. Hát a Federerről beszélsz, én meg mindenféle más. Húha. Nem az a baj, hogy miről, hanem, hogy hogyan. Jó, ebben is igazad van. Az meg a csajoknak, kevésbé, nem tudom, érdekes, ebben igazad van. Nem, itt mondom, most arról van szó, hogy nem az, hogy miről beszélsz, hanem hogy hogyan, tudod? De nem így nem, a miről is számít, hát, a miről is. Hogy beszélek? Nem, most körülbelül korrekt témát említett meg. Ugye azt mondja, hogy van valami, amit meg kéne csinálni. Na akkor mi van? Én azt mondom a Balázsnak, ha ez szóba kerül, hogy figyelj, nem tudsz egy jó művest, aki erről mondja, hogy nem, hívjuk a Janit. Hát, ha ő tud, ő se tudod, mit olvastam egyszer el, hogy a nők miért szeretnek pletykálni? Meg hogy miért beszélnek sokat? Mert az agyukban a sok beszédtől aktiválódik valamilyen örömhormon. Tehát, aha, hogy a pletyka és a beszéd hatására, amíg te már elhallgatsz, mert nem okoz kielégülést, a nőknek dopamin, szerotonin termelődik az agyában. Én nem tudom, én ezt úgy olvastam, hogyha az ember saját magáról beszélt, és akkor itt nyilván képbe jössz te is, aha, akkor aktiválódik. Mondjuk gyerekek, az nekem a napi dopamin, a dopamin termelésemet, az valóban, az valóban megadja. Hogy ezt így még senki nem fogalmaznám, a Morning Show, az Sebestyén Balázs drogja. Yes, mi lenne velem nélkületek? Hát hány témával lennénk kevesebbek, ha én nem beszélnék saját magával az életemben? Miről tudnánk nem tehetünk róla, hogy a mi sekélyes, nyomorult, kispolgári létünk nem érdekli a hallgatókat, csak a fény, csak a csillogás. A kutyát nem érdekli. Azért, mert a mi életünket élik ők is, de a tiedet, az csak te élet. Így van, hát az egy izgalmas dolog. Na mi újság, Juli? Na éppen a
kicsit sekélyes életemről szeretnék egy kicsit mesélni nektek. Képzeljétek el, hogy egy héttel ezelőtt találkoztam egy nagyon kedves barátnőmmel, aki fél évvel ezelőtt szült kislányt, és nem volt eddig időnk összefutni, most elmentem meg látogatni, és sikerült végre összehozni a találkát, és hát képzeljétek el, amikor kinyitotta az ajtót, egy gyönyörűen kisminkelt nő, szépen felöltözve, kitisztított gyönyörű lakásban, a gyerek ott fekszik a kiságyban, gügyörészik, jókedvű. És így álltam, mert én azt gondoltam, hogy hát egy fél éves gyerek mellett, vagy hát legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom, nem így néz ki egy nő. Úgyhogy így mondtam neki, hogy hát figyelj, basszus, valami jól nézel ki. Mondom, akkor ezek szerint óriási szerencséd van, alszik a gyerek. Mondta, hogy hát ó, nem, egyáltalán nem alszik, hasfájós, rengeteget kell, 3-4 óránként. Hát akkor mondom, nem tudom, hogy csinálod, de én nem így néztem ki a hasfájós gyerek mellett fél évesen. És akkor mondta, hogy hát ilyen nem arról van szó, nem ő kell hozzá, neki van két nagymama, meg egy babysitter, akit ő egy hónapos korától, a gyerek egy hónapos korától csatarendbe állított, és ők kellnek a váltott műszakban a gyerekhez, ő pedig alszik a másik szobában, mert hogy egy édesanyától nem lehet elvárni azt, hogy másnap mosolygos, boldog és kiegyensúlyozott legyen a gyerekével, hogyha előző éjszaka nem piheni ki magát. És ahogy mentem haza, nem tudom, egy ilyen bosszúság volt bennem, vagy egy ilyen rossz szájíz, tehát hogy nem nagyon tudtam megfogalmazni, hogy mi a bajom, és akkor itt sokat agyaltam rajta, és aztán rájöttem, hogy hát féltékeny vagyok. És nem arra vagyok féltékeny, hogy neki van két nagymama, meg egy babysitter, hanem a lelkiismeret furdalás hiányra vagyok féltékeny. De mert neked ugyanebben az esetben a lelked az diktálta volna, hogy neked kell fölkelni hozzá a gyerekhez. Így van, mert itt van egy csaj, akit nem érdekel az a szerep, amit ma a jó anyáról gondolunk, nevezetesen, hogy a jó anya az önfeláldozó. És tök érdekes, egy két évvel szerintem ezelőtt... Jó, az anya mindig is önfeláldozó volt, ez nem csak a mai szerep, csak ma szeretitek ezt kiteregetni, hogy úristen, én mennyire önfeláldozó vagyok. Szerintem a mi anyánk is fölkelt mindannyiunkhoz. Csak ott van egyébként szereptévesztésben szerintem ez a barátnőt, hogy a gyereket egyáltalán nem ezt teszi boldoggá, hogy az de anya a kialudta magát, meg ki van sminkelve, meg gyerek... skatójából van kihoz. Hát ez egy apró pici csecsemő, neki az a lényeg, hogy az anyja legyen mellette, azt tehát, halálosan nem érdekli, hogy most táskás a szeme, vagy nem táskás. Az ő igényei abszolút ki vannak elégítve. Amikor felsír, őt egy nagymama, szerintem vagy egy nincsenek. Másik nagymama felveszi, és másnap csak nem az anyja. És mekkora a gyerek, egy hónapos? Hat hónapos. És egyébként tök kiegyensúlyozott, mosolygós kis gügyögős kisgyerek. És így nem látszik rajta, hogy ő olyan baromira sérülne ebben a üzemmódban. Ha még az apját mondta. Csak hasfájós, ugye? Azt tetszett mondani, hogy igen. Mondjuk fáj a hasa. Jó, de hát... Lehet ez az egyik oka ennek. Én hát figyelj, de... Szerintem igen. Szerintem nincs igaz ennek a nőnek. Nagyon nincs. Tökre megértem egyébként, de szerintem te nem így voltál, hogy féltékeny vagy? Igen, és egyébként tudod, mi az érdekes, hogy két évvel ezelőtt volt egy, akkor olvastam ezt a cikket, aztán most elkerestem, volt egy közvéleménykutatás, ami arról szólt, hogy a felnőttek mi alapján választanak maguknak példaképet. És sok szemszögből vizsgálták ezt a kérdést, és egyértelműen kitűnt, hogy a nők, azoknak a nőknek tartják az életét példaértéknek, akik feláldozzák magukat a családjukért. Majdnem minden második ember ezt mondta. Tehát, hogy a nő az egyenlő egy ilyen áldozattal, egy áldozati bárányjal, aki félreteszi a saját érdekeit, szükségleteit, vágyait, és a családjának él. És nyilvánvaló, hogy akkor, amikor én az éjszaka közepén ringattam a két gyerek közül valamelyiket, és mondjuk nem aludtam másfél-két óránál többet egyhuzamban, akkor nem egy ilyen szuperhíró posztra gyúrtam, és nem arról volt szó, hogy azt vártam, hogy akkor majd másnap valaki engem hátba vereget, és azt mondja, hogy te vagy a szuperanya, mert azt gondoltam, hogy ez a természetes, és ez a normális, mert hogy ez az üzemmód. De közben meg ha vele gondolsz, tehát hogy melyik gyerek jár jobban? Az ő gyereke, vagy az én gyerekem? Szerintem, az ő gyereke, a tiéd. Aki kiegyensúlyozott anyukával van együtt egész nap, vagy az én gyerekem, aki egy leharcolt, fáradt, nem így van. Széthajtott anyával pörög egész nap. Ebben nincs igazad, Gyuli, szerintem, mert ez nem így van. A gyerek nem így működik, és Janinak adok igazat. Mert a gyereknek arra van szüksége, hogy igenis éjszaka tevet föl. Tehát, hogy az a nő, aki ezt nem teszi meg, és babysittert állít be, szerintem semmi baj nincs vele. Én nem tudnám ezt megcsinálni, és nem örülnék, ha a Viki így döntene. Mert szerintem a gyereknek, aki 9 hónapig egy volt veled, annak igenis a leginkább a legérzékenyebb időszakában, a születés utáni egy évben arra van szüksége, hogy ugyanúgy egy legyen veled, mint amikor benned volt. Hiszen a semmik állat nem
teszi el magától, vagy rúgja el magától a kicsinyét, mindig egyik együtt alszik vele, ott van mellette, öleli, óvja. Én szerintem az a gyerek, az szorong egyébként ettől, nyilván nem látod rajta, mert nappal mosolyog, ez nem most fog kiderülni, ez később fog kiderülni. Ráadásul több nő veszi föl, nem kapja meg ezt a biztonságérzetet. Szerintem a gyerekvállalás és a gyerek nevelés az arról szól, hogy önmagadat hátrébb sorolod valakinél. És ha ezt nem tudod megtenni, akkor még nem vagy érett szülő. Mert az, hogy te fontosabb vagy magadnak, hogy te végigalud az éjszakát, mint az, akit te vállaltál, és akit te nevelsz, akkor azért nem egy érett szülői magatartás. Ez 2 évig tart. 2 évet szerintem ki lehet bírni, utána a gyerek már végigalussza az éjszakát. Ha azt se bírod ki, akkor nagyobb az egód, mint amilyen egyébként mint amennyire erős benned a szülői döntés. Ez egy gyenge egóbeli dolog szerintem. Ez nem arról szól, hogy te másnap kipihent vagy, annak a gyereknek tök mindegy. Ha az a gyerek éjszaka sír, akkor az anyjára van szüksége. És igenis kelljen föl egy nő. Tehát, hogy ne legyen önmagának egy nő fontosabb, mint az, akit ő megszült. Mert akkor a gyereknevelés nem szól másról, mint hogy életedben először valahova hátrébb sorolod saját magad, és valakit magad elé teszel. Ugye milyen az ember, nem? Hát, amíg nincs gyereked, önmagadnak vagy a legfontosabb, ez tényleg így van. Van egy feleséged, csajod, barátnőd, csajozol, szexelsz, jössz, mész, mozizol. Megszületik valaki, akkor az nem szól másról, mint hogy jön valaki, aki már fontosabb a te életedben, mint önmagad. Mert ha beteg, ott állsz az ágyánál, ha éjszaka föl kell, ott vagy, ha sír, megőrülsz a fizikai fájdalomtól, én legalábbis belehalok, mikor ülök vasárnap 7:45-kor a szőnyegen, és 8:30, akkor már nagyon egyedül vagyok, és még mindig csak 8:30 van, de megteszem. Mert valaki fontosabb önmagamnál. És ennek a nőnek, a te barátnődnek, ő saját maga fontosabb a gyerekénél. Ez nem egy érett dolog. Ez egy nagyon, nagyon kezdetleges egóbeli magatartás. És ráadásul nem lesz jó. Tehát, hogy érted a különbséget? Nem fog jót mutatni azzal, hogy ő kipihent lesz, mert ő valószínűleg egyébként, nem ismerem ezt a hölgyet, de valószínűleg keveset ad szerintem a gyerekének napközben is, de azzal sokkal többet ad. De lehet, hogy napközben kipihent, imádja, nem idegesíti tőle a sírás. Nagyon sokan abba rokkannak bele egyébként. Mi is, én ezt tökre megértem, hogy az éjszaka nem alvás, az kikészít. Azt attól kiborulsz. Tehát nincsenek színek, eltűnik minden, haragos vagy, ugrasz mindenre, tehát meg akarsz ölni bárkit, aki felemeli a hangját. De mégis ebben az a feladat, hogy beleállok és megcsinálom, és végigcsinálom, vagy puha vagyok, és nem csinálom meg. És nekem semmi bajom azzal, aki nem csinálja meg. Én nekem nem attól nagy magyar anya, hogy már pedig kellni, nem adni bölcsödébe, 3 éves korig otthon lenni. Nem ettől. De éjszaka, igenis, föl kell kelni, basszus, mert a gyereknek rád van szüksége. Igen, de nem ítélem el, aki nem. Hogy nézel ki, mennyire vagy kipihent? Hát én most tényleg nem mondom el, mert amúgy Móni hallgat minket, de hogy ő 3 éve keresztül hogy nézett ki a virág mellett. Szegény. De nem is volt vele szemben semmiféle olyan elvárásom ez alatt az időszak alatt, hogy ő most tényleg legyen patent, nézzen ki jól, mert hogy miatta meg a gyerek miatt, meg a rokonok, meg a szomszéd, kit érdekel. Hát összetett dolog ez, mert azért a pali elvárja, hogy a nő legyen szexi, igen, azért jól nézzen ki, ne pukkadjon le. Meg lehet érteni. Szóval nehéz dolog, de ne legyen emiatt lelki furid, amellett, hogy te fáradtabb vagy, vagy amellett, mindenét hogy... Mindenét odaadta. 3 éven keresztül reggeltől estig semmi más nem volt, csak a gyerek az életében. És szóval emiatt szerintem ne legyen lelki, nem csinálod rosszul, nyűgösebbek vagyunk, fáradtabbak vagyunk, de annak a gyereknek rád van szüksége, meg annak a gyereknek az anyára. Az a gyerek szorong ettől, hát valaki, aki nem kap meg éjszaka és sír, és 9 hónapig benned volt, az szorong, hiába kapja meg az aggódó babysittert, meg a nagymamát. Van egy szeparációs szorongás, ott van az anyja, föl kell venni, hát ez sajnos így vagyunk ódolva. Tehát ugye emiatt szerintem ne legyen lelki furid. Ami még egyébként érdekes, és amit szintén egyszer egy pszichológus hölgy mesélt nekem, hogy azok a kislányok, akik úgy nőnek fel, hogy otthon anyu önfeláldozó üzemmódban van, azoknak nagyon sokszor későbbiekben, ha már felnőttek, megtermékenyülési problémáik vannak, mert hogy tudat alatt elutasítják ezt a szerepet, ők nem akarnak egy ilyen szerepet. Tehát akkor már kihat az emberiség Júli ennyi idő alatt, hát nem? Hogy mire gondolsz most pontosan? Arra, hogyha azt látja, hogy anyu nem anyu, és nem és nincsenek vágyai, és nincsenek céljai, hanem csak a család, és csak a család, és ez az üzemmód az egyetlen, amiben ő tud ketyegni, akkor, hogyha a kislány ezt a példát látja maga előtt folyamatosan, jól lehet, elismeri az édesanyja minden szenvedését, amit ő hozott, uh-huh, és becsüli és tiszteli ezért, de hogy tök érdekes, hogy tudat alatt elutasítja ezt a szerepet, és nem akar vele azonosulni, és hogy azt mondták, hogy egy csomó ilyen lánynál, hogyha gyereket akarnak, nem jön össze a gyerek. És azért nem jön össze, mert hogy itt valahol nagyon mélyen ő nem akarja ezt a szerepet. De be lehet valami, persze. A gyereknek nem az a lényeg, hogy te
mit csinálsz. Hanem a gyereknek az a lényeg, hogy önazonosan neveled-e vagy nem. Ha te kiteljesedsz úgy, hogy te közben jogázol, jössz-mész, és azt látja a gyerek, hogy boldog vagy, de megkapja tőled, amire szüksége van, boldog lesz. A gyereknek ott van a zavar, hogy mutatsz felé egy képet, de közben nem azt érzed. Mondok valamit, például neveled a gyerekedet, de gyűlölöd és haragszol rá, hogy elvette az életedet, beszorultál négy fal közé, és megpróbálsz nagy magyar anya lenni, de közben frusztrált vagy, dühös vagy. Azt a gyerek megérzi. Vagy önfeláldozó módon te mész, és hat munkahelyed van, és stb. És nem vagy otthon, és ugyanúgy szorongsz, hogy nem vagy a gyereked. De tehát a gyerek akkor boldog, ha azt csinálod, amit valóban felé is kommunikálsz. Ha az egy önfeláldozó élet, és te abban vagy boldog, akkor azt a szerepzavarnál és az önképzavarnál bolondul meg a gyerek. Na, szerintem. De Balázs, de hát nem, ez nem úgy van, hogy én ezt a szerepet ezt választom. Hát, ez hát dehogy hát, nem. Hogy de hát, álljatok meg már, ne hülyeskedjetek. Na, hát dehogy nem, na, hogy már. Okay. Ez nem úgy van. Hát mire gondolsz? Azt mondom, hogy 10 nőből 8 az kénytelen azonosulni ezzel a szereppel. Mert gyerekvállalás jó esetben az egy közös döntésnek a következménye. Állj, nem arról van szó, hogy amiről eddig beszéltünk, hogy akkor egyszer csak összehozunk egy gyereket, és akkor én már pedig gyereket akarok. Ezt tudom, ez két embernek a döntése. De 8 esetben a nő tolja a szekeret, és ő mond le többről, és neki... Így van. Hogy is mondjam, ez egy feladat. Így van. Tehát, hogy... te könnyen mondhatod azt, hogy én ne azonosuljak ezzel a szereppel, nekem muszáj ezzel hát a szereppel. Hát ezt is bele kell kalkulálnod, amikor gyereket válasz. Na de hát ez tudtuk. Benne van a pakliban. Hogyne, persze, hogy benne van a pakliban. Csak azt... De előtte még szép volt, amíg nem volt meg, most már nem jó. Most Júli, melletted vagyok egy kicsit, hát nyilván ettől igen. Sok nő szenved. Hogy le kell adni az egódból, hogy nem tudsz annyi társaságba járni, hogy megváltozik az életed. Főleg az első gyerek után van nagy törés, de a másodiknál már azért sokkal könnyebben megy, mert addigra már 3 évet leadtál. Tehát ez egy nyilván értem, hogy ez egy baromi nehéz döntés, egyszer csak beszorulsz négy fal közé, kelsz éjszaka, elmaradnak a találkozások, megszűnik a mobilitás, egy csomó dologgal jár, értem, amit anyaként baromi nehéz megszokni, okoz szülés utáni depresszió, rengeteg minden van. Ez egy rohadt nagy feladat szerintem. Ebben a pasi vagy segít, vagy magadra hagy, és elmenekül dolgozni. De a Feldmár mondta egyszer, én nagyon szeretem az ő könyveit, és ő azt mondja, hogy a gyereknek rád van szüksége, és nem egy jó anyára. És hidd el, hogy ez igaz. Mindegy, hogy te fáradt vagy, vagy mindegy, hogy te milyen vagy, az a lényeg, hogy ott legyél mellette. Mert neki rád van szüksége, nem arra, hogy te kisimultan legyél, és jó legyél, és szép legyél, csak legyél mellette. Hát akkor itt ha aztán, hogy az ember mit csinál a saját egójával, az egy baromi nehéz kérdés, de tökre megértem, nyilván nagyon nehéz. Főleg, hogy a palid jön, megy, te otthon maradsz, beszorulsz, hát ezek életciklusok, amiken túl kell lenni, ezek nehéz kérdések. Meg ráadásul... Megviseli a kapcsolatot, a szexet, a párkapcsolatot, hát ez egy baromi nehéz kérdés. Az első néhány évben teljesen egyértelműen, ugye már csak azért is, mert 9 hónapon keresztül ők együtt voltak, tehát a gyerek meg az anya olyan szinten kötődnek egymáshoz, hogy ezt a fajta kötődést nem tudja felülírni az apa vagy az apa iránti szeretetet. Egyszerűen nem tudod. Tehát akármennyire is te mondjuk szeretnéd átvenni a terheket a feleségettől, a kedvesettől, a szerelmettől, a gyereknevelésben nem tudod átvenni, mert hogy a gyerek arra vágyik, hogy az anyja ölelje magához, hogy az anyja menjen vele, hogy az anyja azért legyen. Azért sok palina kifogás is, hogy jönnék drágám, de hát a gyerek rád vágyik. Ez igen, lehet kell nézni. Ebben van igazság. Azért otthon lehet lenni, azért nem kell este 9-re hazamenni, mert van egy gyereket, és a hidegráz attól, hogy sír, mert az anyja, a gyereknek az anyára. Van igazság. 10-ből 8 palinak ez inkább kifogás. Van, én jönnék kicsit. Van ilyen is. Sajnos. Neked kell. Hozzád akar menni a gyerek, menj oda! Sír a gyerek, fog meg azonnal. Tehát igenis, azért egy Pali nagyon sok mindent tud átvállalni, meg tud szerintem segíteni. De nem lehet az anyja helyett anyja. De hát ez egy nehéz dolog. Ugye szerintem az a nehéz, hogy nem tudod igazából, hogy mit vállalsz. Szóval jön egy gyerek, és akkor jaj, de szép a habos-babos terhesség, és akkor a nászút, meg gyönyörű minden, aztán megérkezik egy síró gyerek, nem alszol, és fölborul az addig megszokott benyomásokra, tapasztalatokra épülő életed, és mindened borul. És aztán vagy visszatalálsz a normához, vagy megőrülsz. Ki hogy éli meg vérmérséklete alapján? Amit nagyon érdekes, hogy a Miró nagyon szeretne harmadik gyereket, és így állandóan próbálkozik. De van a kettővel, meg ott van, meg neveli, meg, vagy csak tudatilag szeretne, ez sem mindegy, tehát beleáll, mint férfi? Hát, igen, erről már beszéltünk egy párszor, hogy ő vendéglátós, így ebből az apropóból ő nincsen nagyon otthon. Hát ő úgy szeretne egy harmadik gyereket. Aha. És én múltkor gondolkodtam. Négyig ne álljatok meg, Júli, szerintem. Én is azt mondom, 4 gyerek a gyerek. Hogy nem szeretnék, és hogy miért nem szeretnék, és azért, mert azt érzem, hogy annyi minden veszett el belőlem, azóta, mióta megvannak a gyerekek, és most ne kezdjenek el mindenki küldeni arról, hogy én milyen anya vagyok, mert egyébként az a két gyerek nekem, tehát bármikor, bármit
adnék értük, tehát hogy őróluk szól az életem, de hogy közben annyit minden tűnt el belőlem, amit sajnálok, hogy eltűnt, hogy azt mondom, hogy egy harmadik gyereket én már nem köszönöm, már annyi. Hát ezt annyi meg kell vele beszélni, mert ez meg az ő részéről meg önzés. Kutya, azt mondta, hogy ezek után akkor jó, akkor legyen egy kutyánk. Akit majd te fogsz, amit majd család fog sétáltatni, te fogod etetni, és te fogod orvani az állatorvos. Családi kedvezményre hagyta meg, kiben vagy. Ez mi ez a nél, hogy legyen kutya, nincs otthon egyébként sétáltatni. Nem, egyébként egy nagy család. Valaki még legyen. Neki sok testvére van, nagy családban nőtt fel, és ő azt látta, hogy egy nagy család, minél nagyobb a család, annál nagyobb a boldogság. De miért mondod, hogy eltűnt belőled? Tehát lemond a vágyaidról, az álmaidról. Így van. Igen, eltűnnek ezek. Tehát egyszerűen annyira ez, hogy nem a jó anyára van szüksége, hanem rád, amit az imént mondtál, hogy én rám... Ezt a Feldmár mondta, sajnos nem én vagyok ilyen okos. Feldmár mondta, hogy én tudtam, hogy rám... Volna. Én viszont rendesség, hogy elmondtam, hogy a Feldmár mondta, igen. Hogy rám van szükségük, és én aztán tényleg, mint a gyalogkakukk, én mindig ott voltam mellettük, és akkor is csináltam, amikor egyébként egy porcikám se kívánta. És olyan sokszor csináltam akkor is, amikor egy porcikám se kívánta, hogy már egyáltalán... Figyelj, ha beleáll az ember, akkor brutális lemondás. Tehát közben meg alszol a gyerekeddel, vagy altatod, és este 6 évesen odabújik, és azt mondja, hogy szeretlek, és elmeséli az első gólját a foci edzésen. És azt gondolod, hogy nincs nagyobb boldogság, és együtt elalszotok, és fogja a kezed, és azt mondod, hogy bármiről lemondanál. És másnap este nem tudsz elmenni moziba, mert segítened kell otthon fürdetni, nem jutok el egy moziba 3 hónap után, fölkötöm magam. Tehát egy állandó harc önmagad között, az egóddal és a gyerekeid között, ugye a választás, a döntés. De hát nézd, én azt mondom, hogy azért mondjuk, ha azt nézed, hogy mondjuk az életedet élet 60 évig, abban mondjuk 20 éves korodtól tudatosan élsz, vagy mondjuk 70 éves korodig élsz, mondjuk 50 év, abból mondjuk egy 15 évbe kell jól beleállnod, ami kemény igazán, akkor azért még előtte, utána marad. Szóval, hogyha úgy fogod föl, hogy oké, az első 10 évben, amikor a legfontosabb ott vagyok velük, de utána még marad idő magamra és a vágyaimra, akkor egyből nem annyira nehéz a dolog. Én legalábbis ezt minden este elmondom magamnak. Aztán persze lehet, hogy holnap már csak 5 évig kell kitartani. Szorítsd össze a fogaidat. Már csak 16 éves elköltöznek. Már csak 5 év és eltemetnek. Igen, és aztán lesz egy prostatarákod, lehet 45 évesen is a dolognak ott a vége, nem lehet tudni. De hogy közben azért ez egy befektetett idő, arra kell gondolni. Aztán utána, amikor kirepülnek, vagy már kamaszodnak, és elkezdenek leválni, és majd azt mondja iskolás korodban, hogy anya, engedd el a kezem, ciki. Vagy már ne kísérje, vagy hétvégére eltűnik. Vagy apa, te vagy, ez már ciki, ne gyere el. Akkor meg hirtelen visszakapod majd az életedet. Igen. Tehát szerintem arra a 10 évre kell gondolni, hogy ez nagyjából addig tart. Azért az egy kibírható időszak. Nálunk 12 volt. Na. Már nem kell bevele elmenni az iskolába, mert már cikik. Na, és ezt mondom. Pedig és én mennyit dolgoztam rajta, hogy hát ez az, hogy micsoda hálátlanság. Én a gyerekeimnél is erre gondolok, hogy lesz idő, amikor azt mondja, hogy figyelj, apa, már ne ölelges már, mert fiú vagyok, tök ciki. Akkor még inkább legyen 5 év, ami kemény, meg kelek, de az olyan 5 év, ami utána kitart életed végéig. Hát abban nem beleáll az ember, vagy nem végig hát beleáll csinálja, az nem? ember, és aztán közben meg egyébként még nyilván azon is rágja magát, hogy vajon jól állt-e bele. Na, hát az meg egy más. Na, hát az meg egy következő és téma, hogy jól igen. Csinálja-e a dolgokat, és ez a befektetett energia, ez aztán ez nem is az, hogy visszajönne, de hogy tényleg úgy fog alakulni. És majd jön a kamaszkor, amikor a legnagyobb ellenséget te leszel. Figyelj, tehát annál nincs szebb, amikor egyébként 10 évig keltél, beteg volt, ott voltál, pelenkáztad, és a legnagyobb ellenséget te leszel az ő kamaszkorában. Az szép. Hát ilyen ez a gyereknevelés. Ennyi. Nem? Egyszerűbb az egy csigaházakból összerakni a parlamentet. Jó, mondanám, hogy egy gyerek nem gyerek, de azért egy gyerek nem gyerek. Tehát, hogy azért te most a Czóresz könyv végén vagy azért. Hát. Egy gyerek nem gyerek azért, főleg, hogy 13 éves már, tehát, hogy te ezt valahogy nagyon jól ítéztek. Én egy gyerek is benneteket. Mióta kettő van, azóta tudom, hogy egy az nyugodtan ül, az nem berekszik, az egy helyben négy van. Négy a gyerek, mondja a család. Négy a te gyerek. Jó apa vagy, te beleállsz, tehát hogy te nem azért mondod, hogy számszanilag legyen meg, te ott vagy, viszed edzésre, tehát te ezt jól csinálod, le a kalappal, ha négyet tényleg bevállalsz. Én úgy köttetném el magam, mint a húzat, de... Akkor meg vagy. Tehát, hogy én most meg vagyok, én érted, megállok Kelenföldön, ha kell, inkább nem csinálok semmit. Én vonatra se szállok. Hogy a hűrös életben, szóval nagyon jó, élete végig lesz egy társa, a tesója, le a kalappal, Feri, a négyed, de komolyan mondom. Tehát amikor négyed, majd meg négy helyre viszed, meg négy jár előkészítőre, meg négy beteg. Négyen mennek egy helyre. Így van, meg szóval, a nagyok már tudják vinni, a kicsit.
Én nem is értem, hogy te beteg vagy, vagy te megőrültél, vagy nem, miért akarsz a gyereket? Az első kettő nagyon bejött, de majd a harmadik, vagy a negyedik. Nem, a negyedik. Nekünk jó volt. Most jön egy hármas fiú iker, és beleőszülsz. Tényleg. De röhögni. Még egy kört a Ferinek, ezt most ő fizeti. Szép, egészséges a gyerek, ugye? Igen, mind a három. Hajrá, Feri. Drukkolok neked, hajrá, Feri. Fiú, mind a három. Igen. Legyen szívesek, állítsanak valamit az ultrahangon, mert úgy néz ki, kicsi zsizsikes lenne a kép, nem, ilyen vibrál szellem, kicsi. Nem, háromban, mert három vagy négy gyerek. Hát le a kalappal előtted, le a kalappal aztán Judit előtt, meg pláne, hogy ő ezt még egyszer bevállalja, és megszűni, és végigcsinálja, és de hogy mi van veletek? Hát miért nem elég? Van két szép gyereketek, arra is egy cuki. Én nem szülök harmadikat. Ja, nem, Feri, nem. Miért tudod? Dehogy nem. Ne viccelj már. Oda férkőzik majd. Oda söndörödik egy kicsit. Jaj, mit csináltál? Amíg aludtam. Nem, állj meg, Gyuri, jó a kettő. Az egy kerek dolog. A Mirónak könnyű. Tehát ez reggel elmegyek, este hazajövök, és szűnj már nekem még egy gyereket, azért az úgy könnyű, legyünk őszintén. Úgy baromi könnyű. Legyen már otthon két napot a gyerekekkel. De tényleg. Az első születés. Na jó, van még lelki furid, vagy segítettünk? Nincs több lelki furid. Jó, aki föl kell, az jól csinálja, szerintem. Tényleg. Jó van, oké, köszi, Juli. Mi megyünk tovább, jönnek a nap legjobb pillanatai, sőt, de nem jönnek még. Mosógép. Mosógép! Mosógép! Hívjunk föl valakit gyorsan. Ennek a megszólásnak itt lenne a vége. Úgy tartalmilag, mint formailag. Majd figyelj, tettem. Oké, ez megvan. Tehát most egy rutinos rádiós ezt a megszólalást most lezárja és elmegy egy kicsit zenélni vagy reklámra, de mivel de mi ide nem van beszerkesztve a reklámblokkunk a mosógép, fölhívunk valakit, aki nyer egy mosógépet. Nagyon jó. Lecseréljük a régi mosógépét, aki írt nekünk. Bizonyán. Hogy szeretne már nyugdíjba menni. Most már nem is jössz Anna tárcsázni, mi van, ma be se jössz? Mit csinál? Nem, nem jön nekem segíteni? Na, hívjuk akkor. Jó, bökjünk rá valakire. Jössz tárcsázni? Jó, hívjunk fel valakit. Több mint 4000 mosógép jelentkezett. Nem árt. De, több mint 4000 mosógép. Mondom, a webmélünk az úgy, ahogy van, lehalt. Tegnap nézegettem, hogy miket ír a kedves hallgatók. Mindenki, aki más témában írt az e-mail címünkre, az egy darabig nem fog választ kapni a felvetésére. Igen. Igen. Tényleg, aki az elmúlt egy hétben küldött nekünk kérdést, az küldje el újra, jó? Igen. Vagy majd, ha játéknak vége van. Igen, majd a jövő héten küldje. De milyen morningshow@classfm.hu, meg a mosógépkukat, az ugyanaz, oda jön? Oda is jön. Oda is. Több mint 500 darab érkezett oda külön. Miközben nem az az e-mail címünk, amire kértük. De oda is jött 500. Nagyon sok mosógép ára, hogy lecseréljük. Halló, jó reggelt, Jani, Feri, Balázs. Ciao, szia! Sziasztok, Enikő vagyok. Enikő! Hello, Enikő! Hát milyen mosógéped van neked? Levelet írt nekünk tényleg ez a mosógép? Hát lehetséges, egy kicsit rozsdás már. Egy kicsit rozsdás már. Megilletődtél, nem számítottál ránk? Nem nagyon. Nem nagyon. Hol vagy most, Enikő, éppen? Hol kaptunk el? Most értem haza az ultrahangról, decemberre várom a babámat, úgyhogy kösz a kilátásokat. Nagyon szívesen! Hát akkor neked ez egy tartalmas megszólalás volt. Igen, az első lesz. Akkor az. Alig akkor várjuk. Az. Na, hány éves ez a kis csoda már, mint a mosógép? Hát, minimum 10 éves, de a rozda rajta az szerintem olyan 5-6. Oda tudsz most menni hozzá? Mit csinálni? Oda tudsz most menni hozzá. Mégiscsak ő írta a levelet, és nem te. Menj oda, légy szíves hozzá. Lent van a mosókonyhában, és ha nem muszáj, nem találkoznék vele. Nem vagytok jóban. Na, és mi baja van ennek a mosógépnek? Mesélj nekünk egy kis, mit csinál? Hát igazából baja nem volt szegénynek egészen addig, amíg közös mosógépé nem vált, mert egy hatalmas nagy családi házban lakunk. Anyósommal, sógornőmékkel, illetve én a párommal, és most jön még a baba is. És mindenki ezt az egy szerencsétlen mosógépet használja? Úgyhogy heten vagyunk már rá, és többet ráköltöttünk, mint amennyit a mosógépért eddig. Hát ez olyan, igen, az ember megpróbálja nem lecserélni, mindig költ rá, aztán összeadja, akkor kiderül, hogy ebből már tényleg kettő darab mosógépet is vehetett volna. Vagy többet. Igen. Igen. Na, Enikő, hát van egy nagyon jó hírünk neked, és a drága mosógépednek, aki írt nekünk egy levelet, panaszkodott, hogy 120 perc mosás vár rá, még több ruha, hogy rengetegen vagytok egy háztartásban, senkit nem izgat a túlóra szám, mindenki, aki erre jár, csak betömi a számat.
Igen. És hát tényleg nagyon szellemes volt a levél, amit írt, úgyhogy szeretnénk ezt a mosógépet lecserélni, és egy vadonatújat adni. Jaj, de jó! Köszönjük szépen! Úgyhogy mondd meg neki, hogy nyugdíjba megy, pihen, és nem sokára érkezik a felmentősereg. Jó? Nagyon szépen köszönjük! Na, hát igazán nincs mit, ha pedig még gyermek is jön, akkor meg pláne. Igen, pláne jó helyre megy. Csecsemő, és nem lehet rá mosni. Igen. Ez nagy segítség lesz, örülünk. Jól van, Enikő, hát akkor küldjük, nem sokára érkezik, jó? Nagyon szépen köszönjük, további szépen. Jó, még azért ne törjétek össze, várjatok egy-két napot, nem jön a futár egy baromi nagy dobozzal. Már elindultunk. És ha tehetitek, akkor régit hagyjátok meg a kedves mamának, akkor felmentesítsétek, és akkor majd abban fogja mosni a tundra bugyjait, a halcsontos fűzőit. Antik mosógép, úgyhogy itt ki lesz állítva a sarokba a tetemet, szerintem. Ki lesz tűzve a falra. Jól van, ne örülünk, hogy jó helyre ment. Köszi, hogy írtál, vagy hát, hogy a mosógép ért. Csáó, Enikő. Küldjük. Hello, sziasztok. Köszönjük. Hello. Szia. Na, ez is jó helyre ment. Jó helyre ment. Kettőből kettő. 3-10 lesz, pontosan 5 perc múlva jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz, pontosan 1 perc múlva. Holnap újabb mosógépet sorsolunk. Jó mosógép@klasszfm.hu, mondjuk azon elkeseredett mosógépeknek, akik még szeretnék kis gazdájukat nevezni a játékra, hogy megtehetik. Egy elkeseredett hangvételű szellemes levelet kell írni, hogy miért cseréljünk le benneteket. Tehát a mosógép szemszögéből. Jó? Most se én, gondolt egy két mosógép, és kiírt tűzösen egy hiba üzenet. Igen. 3 mosógép még gazdára vár. Na, mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel. Autómentes nap volt, Feri múlt héten kitalálta csupán felebaráti szeretetből, hogy neked, hát. Üljek már egy kicsit vonatra, ha mégis autómentes nap van, és nem is tudom miért, de igen, mondtam rá. Sose voltam annyira magányos, mint ma reggel ért felsőn a vasútállomáson egyedül, de bevonatoztam, egyébként rendben volt, korrekt volt, és ez a fajta szolgáltatás a MÁV-nak, ez le a kalappal, tényleg. Ez elővárosi vonat, más azért, mint tényleg egy Szolnok Budapest, de tuti volt. Hát hussantál a sineken, na, mondjuk gyerek, el, nyugodtan. 5-kor kiléptem a ház ajtaján, és 6 órakor 2 taxiúttal, és egy kis vonatozással már itt is voltam a rádióban, de megérte. Egyszer megérte. És a fotók fenn vannak az Instagram oldalunkon, illetve a Facebookon is meg lehet nézni. Balázs gyakorlatilag mindent lefotózott, amivel találkozott. Mert tudtam, hogy úgyse hiszitek el, hogy nem a Viki hozott. A fotózásomat leginkább ez vezérelte, hogy mindent archiválok, mert úgyse fogjátok elvinni, hogy tényleg vonatoztam. És arról beszélgetünk, hogy hamis obszereket találtak, de ez csak téma indító volt, mert átkanyarodtunk az egyészakás kalandokhoz, és arról beszélgetünk, hogy mi van akkor, amikor egy nő nem mondja el, hogy ő bizony meg akarja tartani a gyereket. Ki a hibás? Hibás egyáltalán valaki, vagy csak a nő, vagy a pali is benne van, amikor egyszer csak a nő azt mondja, hogy egyészakára kellettél, megtartom a gyereket, mondjál bármit, akkor se vetettem el, ezt a gyereket megszülöm. Elvettem tőled, amit akartam, szülni fogok. Erről beszélgettünk, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 8 perc múlva pontosan 10 óra. Ezek voltak a ma reggeli élmények. Csabi, hello, jó reggel. Jó reggelt, hogy first class, hogy ezt a szót használtad, hogy ezt a jegyet kerested? Gondoltam, ráfizetek. Hol lehet átülni az első osztályra, ráfizetek? Nem. Ez... Ha valaki nem ismert volna fel, akkor ez alapján. Ó, hát figyelj, ez a Balázs, igen. Ez nagyon kultúrál, tényleg. Tehát sokszor hangsúlyozom, sajnos nem ez a tendencia, tényleg nem egy Budapest Szolnok, de ez az elővárosi, vagy az agglomerációból közlekedő vonat, ez nagyon, nagyon tiszta, szép, kultúrált, tök jó. Nem gondoltam volna, hogy ennyire klassz. Na, hívjuk a nap hallgatóját. Aki teheti, az ma még próbálja ki forgalmival ingyenes, autómentes nap van. Ugye? Láttuk az SMS-ekből, mekkora siker volt ez az autómentesnek. Azokat az SMS-eket pont azért, igen. A hülyeséget. Hát, hogyha mindannyian mellé dültek volna a vonaton, akkor nincs. Tök jó ez a hétvégi autómentes nap a belvárosban, tök jó, de ez kedden de autómentes nap. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérjük. Jó, ráérünk. Hello! Hello! Jani, Csabi, Balázs, Morning Show, szia! Szia! Hello, nem írtad alá az SMS-t. Rita vagyok. Rita. Hello, Rita, a Juli témájához szóltál hozzá, és
szellemes volt, amit írtál. Ugye csak röviden arról beszélgettünk, hogy Juli elmondta, hogy volt egy barátnőjénél, aki elmondta, hogy nem kell föl éjszaka, és Juli nagyon érdekesen és szépen fogalmazta meg, hogy féltékeny volt arra, hogy mondta Csabi ezt a... lelkiismeret furdalás mentességre, vagy... Igen, igen, a lelkiismeret furdalás mentességre volt féltékeny a Juli, hogy de jó neked, hogy nem kezd föl, és nincs is lelkiismeret furdalás. Annak a hiányára irigynek lenni, hát az igen, nagy dolog. Igen, zseniálisan fogalmazta Juli, igen, és te azt írta nekünk, hogy, hogy majd néhány év múlva kísírja magát a gyerek egy felnőtt pszichodráma csoportban. Ez szellemes, szellemes volt, mi ezt szeretjük. Jó, köszönjük, ciao. Hello, hello, hello. Szia. Jó van, 555-55-00. Jó, kérjetek Csabitól dalt, mi pedig jövünk holnap. Szevasztok! Hello! Ciao. 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 Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.